Itt fisfos. Fisfos. Meg roppantadés kell még, úgyhogy go. Go, go, go. Csináltam, hogy van nyelmény játék, aki esetleg új itt, vagy még nem volt itt korábban, felkérdik ebbe, hogy lehet nyerni egy füles és egy billentyűzetet. Abba, hogy meg is mutatom melyeket. Lehet húzni ezt az Apex 3-as billentyűzetet, valamint meg lehet nyerni ezt az Artis Nova 3-as felhallgatót, úgyhogy a felkérdik jövővé. Ezen kívül pedig, aki a felkér a Sonar-nál letölti egyébként a Sonar-t, az pedig nyerhet akár egy 50 eurós giftkárdot, vagy egy Rive 3-as egeret, csak annyit küldje be récére, úgyhogy ja. Meg a Sonar amúgy tényleg igazából megvan egy szek alatt, azt hiszem tudtok vele durván támogatni. Meg lesz már a 100, akkor meg boldogság és gyász. Guz, mikor lesz? Hát jó kérdés. Nem tudom, én most egy kicsit elég voltam, hogy... Amúgy nem tudom, lehet, hogy még is rendekedem hozzá. Böngésző, Libre Bolt-ot próbáljam ki, szétterén át a csőső. Ez a legutóbbi Guzul, csak már le volt baszkodva mindenki, ki volt random szavazva. Figyelj, módkör is majdnem rekord hasznoságú streamát láttam, hogy belőle gondolj bele HTML. És a rekord, szerintem, amúgy szerintem ez tényleg egyik leghosszabb streamot, ami nem volt szponzorált, ha belegondolsz. Nem szerintem, hogy de. Tudom, de. Veszem a kamot. 3,6 óra volt. Masta. Miért nem jössz Amerika Reality-ról? Például 4-500-a vagyunk csúcs időbe. Nem, szeretek darosra RP-zni. Biztos, hogy is meg lehet találni a közeget amúgy. De valahogy én el vagyok itt a Galaxy Roleplay-en. Főleg mert mondjuk, hát egy az, hogy a saját szerverem kicsit fura lenne. Ha lenne egy saját szerom és lennénk már saját C2, meg nyilván azért kicsit más, hogy játsszuk azért itt az RP-t Galaxy-n, érted? Nem szól, mert a Laert is amúgy, mert vannak fasz a dolgok amúgy. Meg biztos jó, de nem nagyon néztem, hogy hogyan áll. 35 000 tag DC-n. Örülök neki amúgy, tényleg. Örülök neki, de én tök jól el vagyok Galaxy-n amúgy. Elképesztő jól el vagyok Galaxy-n. Nem tud elhinni. Mennyi vannak most fönszerű, most 140-en vagyunk Galaxy-n fönt. Esik az eső. Ez a Magnum set, ez nagyon kemény. Ezzel a szemüveggel főleg. Nagyon jó, és ez a szemüveg a szemhordó inkább, meg papucsban van. A pizsamában itt felkelek a... Ez egy rendőrség, azt hiszem. Láttatok már ezt a rendőrséget, baszki? Nem is tudtam, hogy ez nem rendőrség, amúgy csak valami... És már no clip-ek megnézzük. Lehet nem rendőrség, hanem... Ja, csak izé szerintem valami kormány épületem. Szerintem, ja. Ja, valami olyasmi lesz szerintem. Nem is vágtam, hogy itt van ilyen amúgy. Ja, ez egy városháza. Annyi nagyon pézies és darás lett a szeró. Az egy Barbie kibaszta. Ó. Oh. Elég kegyetlen moderátorok vannak, persze, hát itt ez van megszokva egyébként. Itt, hát igen, itt ilyen, ez a helyzet, itt igen. Te felnézel HTML. Most itt szoszi, ja jó. Valami a kurzoromban nem volt oké, vagy de? Ja, ne. Milyen autó a nyomik vacset? Gondolom kicsit ezt a BMW-t, bármilyen gyors is. Meg mennyire szeretem vezetni, jó hangja, minden jó benne. Mi el kéne nyomulni? Nincsen HTML nekem. Jajaja, admin chat-tel még megválok. Leívó, yes, komolyan álljátok. Lett, oh my god, lett egy. Tényleg, nézzük amúgy.
Ez a spoiler nagyon bántja a szemem amúgy. EU11, mi a kuponkód? Amint a Gladiator kód, vagy maga az izé? Shurik kötél EU11 amúgy. Ezt a színt azonnal át kéne. Milyen színű kell legyen egy... Jesko. Jesko? Jesko? Hogy kell kimondani? Gondolom Jesko. Mondnak semmit Jeskónak, szóval Jesko. Ez vörös. Svéd, szóval akkor még pont egy Jesko. Dávidka. Nem. De most úgy volt, talán beszélgettem, nem ma, de beszélgettem nemrég Patrik barátommal. Most hát 33. Mondtam neki, hogy ős, nincs sok se, és mondta, hogy gondolkozik rendetlen, meg hát jóval fiatalabb vagyok, értek 16 évesen. Mondta, hogy nincs szembire elvenni magam, hogy elkezdjem a jogsit, mert nem érdekelnek annyira a kocsik baszki, hogy vezetgessek meg, elkezdjem a jogsit. Aztán mondta, hogy hát... Rávettem, hogy elkezdett, na! És mondta, hogy később se lesz jobb, szóval én is feljövök, hogy inkább most amúgy. Inkább most amúgy megcsinom. Aztán... túlesek rajta is. Vörös, azt mondjátok egy ilyen... Mondjuk ez inkább piros, mint vörös amúgy. Ez... Még nem tudom... Mit definiálsz piros és vörös, mi a különbség? Bordó vörös? Valami ilyen... bocsánat. Vagy narancsárga, mely inkább. Valami ilyesmi? Szintén vesztenem, hogy tényleg lehet-e jogsid amúgy? Ez a vörös amúgy vad? Én jelösen a Pamela F1-ben lennék 10 év, csak kicsit magas vagy hozzá. Nem? Ez így jó szerintetek, chat? Ez is van a playlistben amúgy? Ez is amire még szomoly. Sötétebb kell. Túl sötét. Így? Szerintem ez jó, nem? Szerintem jó. Egy narancs gyöngyházat rakunk rá. Ez így jó. Meg szerintem másodlagos, ami... melyik szín a másodlagos? Akkor az a kék cucc, az mi benne? Gondolom az a... Mi az Isten az akkor? Szóval hogy színezem át akkor? Hát lehet színezni ezt a kék részét? Hát én valahogy... Ezzel gondolkozok. Műszerfal? Biztos nem az a műszerfal. Nem. Nem tudod? Meg a szomorú. Belső? De lehet, azt nem lehet átszínezni, mink a szomorú. Elvég matrica, ja. Ja. Aha. Hú, mondjuk ez így vad, nem? Vagy inkább a fehér? Még ez se rossz. Még a fekete csík szerintem jobb, nem? Fekete vagy fehér csík? Mit mondtok, chat? Fekete vagy fehér csík? Fekete. Tényleg ezek. Ík nélkül jobb. Á, szerintem az kell bele. Nekem üres. Még az oldal már egy is kék-sárga, de... Ó, nagyon kell már egy textúra pakkam, hogy már a szombatat szerintem első dolgom lesz egy jó Natural Vision. Szerintem azért. Turbo az tényleg kell bele, amúgy az baj nagyon szép, nagyon jó, ennek olyan jó hangja van, úgy sziszeg ez a turbo, hogy ezt muszáj venni amúgy. Itt is 50 FPS-en van. Kemény.
Első dolgod azt mondja, hogy megtanulod. Mit meg használni két gépet? Hát nyilván. GTA van első dolognak amúgy. Ennyire csak veled bonyolultam. Csak nem lehet olyan bonyolult. És eltűntek innen végre a Purse, de mindig hamosnak akarom, eltűntek a robbanó izék, hotdog standok, szóval végig nem döglünk meg talán egészen. Frikó, kösz szépen, bájos 29-ig vonalat, köszönöm szépen. Kösz. Jaj. Csa. Ú, még illig is a ruházathoz, még be kéne zárni. Ciao, Alex. Szevasz. Szevasz, Leroy. Jelo. Mi helyzet? Mi ez a kiöltözés? Azt én meg pizsamában vagyok. Kérlek szépen öltözz át, ugyanis 8 órára a Bugwell birtokra vagyunk hivatalosak. Odin Bugwell búcsú vacsorájára, a város legrangosabb partjára. Micsoda? Mit búcsú vacsora? Mi lesz Odinnal? Hát elmondom, mi történt. Ide jött, és úgy köhögött, mint egy tüdőrákos. Aztán kiderült, hogy az is. Még orvosi papírt Odin is tüdőrákos. Micsoda? És egy napja van hátra. Baszki! Baszki szegény Odin! Aztán kiderült... Ez a pizsamám, mit szólogatsz be? Aztán kiderült, hogy igazából csak megfenyegette fegyverrel a mentőst, aki ezt a papírt írta neki, és most a félváros elmegy és szembesíti majd az est, a vacsora végén. Ja, akkor ne legyek szomorú. Hát lehet megdöglik, érted? Ja, Érted. Jó, de akkor összerakok valami ruhát gyorsan. Ja, meg ajándékot kell neki vinni. Elvigyelek. Elvihetsz, persze. Én írtam neki verset. Most van autó. Akkor mindegy. Tessék, most akkor nyitogassuk, zárogassuk be, nem most akkor ki fogja kinyitni? Na, ki én. Fogja kinyitni? Én. Nem, én bezárom. Rohadék. Akkor mindjárt jövünk. Na, vigyél le, Takasi. Mit van? Elvistek. BMP. Hogy is van? BMP. Eskivile AMG. De ez Mercedes, bazd meg. Hát az az, igen. Nem rájtesz. Miért vagy a maszkalába, pozd meg ilyen blók a lesz pulciba. Ezt Márkusszal raktuk össze, de ez a pizsamám. Ekkor olyan felszopó vagy, pozd meg, hogy blók a lesz, ezért pizsamád vagy. Meg hát ez csak a Márka, pénz. Márkusz izélte, baszki. Hát mondjuk, ha Márkusz szólt, ezért akkor megérte. Köszönöm, 28-igat. Milyen zene megy közben, azt hallgass. Jó. Ezt is lóz a színbe. Mi a lófasz van itt? Ide merjünk jönni. Mit szóltok, chat? Kössünk egy alkut, 100 szonánnál bevágok 5 giftet. 5 giftet, mit szóltok? Galaxy Night. Nevasztok. Sziasztok. És a temetése készültök? Igen. Nem is temetés. Ja, babas, bucsú. Nem is temetés. Let's go! Nyerünk, jobb érdekes, csak a felgére, Sonar! Aki szeretne támogatni, van fölös egy perce gyakorlatilag. Igazából SteelSeason faszak is szoftvere. Én durván tud el támogatni. De megtisztelem szegény Odin, bazeg. Megköszönöm. Add méz egy puszit, levélben küldi csókját. Egy szerelmes levelet mellé. Tényleg, hogy méz nagyon keményeket szokott írni. Verseket is tud. A cíbörtönbe. Az a papuc, az kifejezetten illene ehhez a... Hát baszki, mondta, hogy ez a pizsamám, már most mit csináljak? Mennyi download kell? Hát ez olyan 4-50 a cél, de nyilván ugye tegnap kezdtük, szóval... Ma elérjük a 100-et, amúgy akkor nem boldog leszek. Ez a flip-flops, az jól látom, hogy jó már ez a flip-flop. Ami 4-50 a cél, aztán meg 700, szóval kérdőlünk, amit legutóbb. Aha. Nem is hordtam ezt a szettet, még sor kell biztos. Azt mondják a legjobb hozzám, hogy nézek. Ez így. Jézusom. Ezt is felköszönöm a sorta. Na dolló, de két különböző lóz a szín. Ez kemény. Úgyhogy ilyen balacskos, a másik majd a semmi sem mondtam. Hát is ilyen lánc nincsen, de nincs. Jó vagyok. Sofido, ki most mondta meg lesz a 100, akkor 5. Hát mi az, hogy most 10? Nem, egyébként jó leszel így, jó leszel, tökéletes vagy. Azért most akartam átöltözni, az összezavar a sok hang. Nem bírok figyelni, esküvő. Várj meg, búcsú vacsorára mi? Feketébe illik menni? Mert gyászolunk? De még nem halld meg. Akkor még nem gyászolunk, nem? Ez már set. Akkor ez hogy működik? Cipő. Nem látom, nem érdekel.
Ki a faszom vesz fel ilyen cipőt? Ez még csak nem is makkó cipő, bajs meg. 70 fölött holdanak ilyen cipőt, ünnep cipőt. Ez kinek mondja? Ja. Ki fog meghalni Odin? Én cipőben vagyok, bazd meg. Hát az is olyan, 70 fölött vesznek fel, bazd meg, az öleg emberek izéle. Milyen hát kívül? Én szerint egy jó keki, nézzük el ilyen. Én ilyeneket szoktam hordani. Mibe kell menni egy izé? Milyen színbe kell menni egy búcsú vacsorára? Az még nem fekete, még nem döglött meg, nem? Rózsa hát színbe. Gender reveal-be megyek. Tényleg? De tényleg rózsaszínbe megyünk, mint a lány lenne, hogy itt tűzgyere. Ki se badult Odin, soha álmodak élte. Fugi. Kámenit le kéne cserélni lassan, ez még régi dizájnos. Ja, amúgy Magnum mondja, hogy én elszegény bíszélek, hogy elmondott te, hogy munkanélküli lett tegnap. Hát te mondod, de te vagy az embered, neked az embered nap. Bisi újra munkanélküli lettél. Igazából azt mondták a többiekben, azt, hogy rövid ismerjük meg utána vagy a legcsökben. Aztán igen, Leopold is ezt mondta. Megint munkanélküli vagyok, Borzsé. Sajnálom. De eljön velünk, most meghívást kapottam. Szaklasít, hogy vépezgetsz? Mindenki rózsaszínbe jön, vagy mi van? Ja, aha. Lózaszín set, lózaszín vép, lózaszín mak, minden lózaszín, basz meg. Ez a beszéd. Helyes. De jöjjek olyanba, mint... Kalapod, kalapod felvennék, csak az a baj a hajammal, semmi se túl kompatibilis. Sajnál fel is hívom a kis orincsem telefon, vagy... Vagy mi van? Valami baj van nekem az újikkal, vagy mi a szitu? Vagy kifagytunk a gecibe, vagy mizu? Kifagytunk szerintem a gecibe. Hát ez szomorú, vagy én fagytam, nem tudom mizu, kifagyott a szeró. Kifagytunk, tehát én fagytam ki, vagy mi van? Haló? Az én netem ment el, nem? Nem? Ja jó, hú. Azt hittem. Hát nem tudom, mizó. Nem tudom, mizó. Szeró megy lúzerek, ja? Nem tudom. Ja, az egész 5mm nem tölt be konkrétan. Ja, jó, most már igen. Mi a, az egész, mi az Isten verje meg van? Micsoda mondani? Azt mondani. Nem tudok beszélni, mert napok óta engedjétek el. Minden jó digivel? Szóval kifagyott? Ú, nagy zene! Meg szonárt könyörekbe DC-re, amikor letölt idegcsát, az fontos még. Amúgy... Beküldtétek, vagy... Nem tudom, amúgy nem tudom. Lehet, hogy az a nagy alok, hogy aki mondjuk régebben letöltött, akkor lehet nem adja be amúgy, hogy letölti, vagy fasz se tudja. Fasz se tudja őszintén. Mert azt már megfigyeltem, hogy sokkal több van beküldve DC-re, mint amennyire van. Mint amennyi van. Mi? Igen. Mondtam, kevesebb. Most lehet kevesebb, vagy nem tudom. Őszintén nem tudom, mit ad be és mit nem. Száz is fagyott, B-turbén, hát még százi meg szomorszeg, azért fagytok el hány netről azért. Megcsinál most kétszer, kettőt tudni nem ad be amúgy, szerintem. Mert duplát biztos nem adhat be amúgy, ha minden igaz. Tehát egy ember egyszer tudja. Csak hogy nem tudom, hogy például aki mondjuk az előző izén letöltötte, az most le tudja-e. Living a vida loca. Tü, 69. Na. Time, nem lassz, nem lassz. Csak most így nem érdekel egy dohánybolt üzlet. Sőt, várjál és úgy fogjuk fordítani. Hogy nézek ki? Tömóra van érte, tehát most tömóra. Lehet ugye, mert más fájneve meg minden? Hát oké, csak hogy szerintem nem szabolodik bele érted, szóval, hogy azt egy IP-ről nézve, hogy mennyi van. Na, most fasz a telefont csináltam az előbb meg ilyenek. Odin.
Oddi, nagyon sajnálom. Oddi, ne arról, hogy bármi rosszat mondtam. Nagyon fog sijányozni, Oddi. Jó kérdés, én be tudod nevet. Hogy teszek a búcsú vacsorán, majd hagyom, visszak neked ajándékot, majd hagyjak egy nagyon lelést, paszki azért. És sok-sok ellentétünk volt, de mégiscsak olyan vagy, mintha a fiam lennél, Oddi. Fiam, tudod? Jól vagy? Hogy érzed magad? Odin, Odi, jól vagy? Szembere úgy. Szerintem, hogy át tudod, csak arra figyelj, hogy ha felveszed a frakitárolókat, akkor egyszerre csak egy lehet nálad, úgyhogy nehogy egyszerre önt föl őket, mert a cucca fele, úgyhogy vegyél fel egyet, rakd be a csomiba, vegyél fel egyet, rakd be a csomiba, vegyél fel egyet, rakd be a csomiba. Emlékszem, Szonnak még volt a frakia. Első fraki még nem is voltad még ilyenek. Még a tablet is kicsit máshogy nézett ki, de új frakitárolót akart venni, és véletlen ahelyett, hogy ráment az új vásárlás, ráment, hogy faction felosztatása, és minden megszint a gecibe, és elveszett az összes cuccuk. Mehetünk amúgy hányra, 8-ra kéne odaérni, nem bassza meg, ha nyomni kéne. Hát akkor csináljuk, baszki, csináljuk. Van autótok, autó. Persze. Beülhetünk, mert mi is oda megyünk. Én nem akarok vezetni. Jöhet a barátom is. Őt is meghívtál. Menjünk. Hát Odinhoz, nem gyere, hol van. Hát ez hova faszomba van? A birtok. De az milyen birtok, baszki? Lafufu? Vagy nem, vagy ahol laktunk. Ahol laktunk, ja. Mikor jó lesz ennyi ember. Onnan kibasztak. Aj, nem lehet. Ugye macskás szarni. Áú! Azt mondjátok, elállított robos meg. Most visszamentem, most még ajánlottam, hogy elkapodni. Amúgy jó, az igaz. Partizánkodtam. Ebből nem gondoltam bele. Nem is értem. Még mi írtam is az SMS-eket. Ó, vettem vaníliás illatosítókat, az a cél, hogy vanília illatú legyen a város. Minden autóba teszek most egy vanília és illatos. De menjünk? Menjünk persze. Mm-hmm. Ennyi jöttek el. Ugye lélegeztetőgépen van szegény már. Az egy bumer palacka, hát te milyen lélegeztetőgép? Hát levegő. Lélegeztetőgép. Hát Odin, baszki. Ez már mi lélegeztetőgép, Odin. Ja, de a hajlékomban. Szegény. Szerintem a hajlékomban. De milyen kompakt, van rajta egy kis flashlight is amúgy, hogy ki kell menni a mosdóba. Gyere, Reni, nem azt mondtad, hogy jön a félváros? Csak mi vagyunk itt. Most jönnek valaki a félváros. Nem jönnek, csak késnek kicsit. Lirojék is jönnek elvileg. Sziasztok. Jön a fasz, sziasztok. Ajándékot is kellett hozni. Jó ajándék. Jaj, tehát akkor Odin, én is hoztam neked ajándékot. Odin, várjál. Nem is hoztam. Tessék, ez csak neked. Állap, vágytam mindig. Én is hoztam. Jó van, Jézusom. Mi az ajándékunk, Magnyú? Hát két motorblokk. Remélem nem fertőző. Jó, én is hoztam. Sem akarnak lecsukni, ugye? Nem. Nem. Maga mindig ilyen mérgősebben, Bazi úr. Hogy nem, mindig ilyen vagyok. Én is hoztam fiatal. De jó szélójotok van. Kérdés, most meg fog már halni végre az ember? Teljetek be, hát remélem. Hát, nem tudom igazán most, hogy hát elég érdekes a helyzet. Ha így, ha úgy ma halni. Igen, pari. Elvileg örökbe fogadta, aztán neki is akkor a gyerekem lesz elvileg. Ja, ja tényleg Effi az anyja. Szívesen. Köszönöm szépen. Teljetek be a hajlékomban, mindenkit megmentékelek ma. Ja, Odin. Adtam neked ajándékot, én is. Odin búcsú vacsorája zajlik, megdöglik, elvileg. Vesz. Persze, majd. Vesz, élek. Köszönöm szépen. Szívesen. Most szépen a 10 ajándékomat köszönöm.
Tehát a hajlékon mondjuk, hogy táfolatok el elő, előtt mindenki vetőzön lesz éppen. Nem szükségén a kumánékom, akinek mindig ennek elveszik a bátyját. Táfolatok el az étkezőben. Ezt is hangosabban, Orin, légy szíves! Azt mondta, menjünk be az étkezőbe, foglaljuk. Ezt hallottam, mondjuk ott van 6 szék. A kabátokat rendszerűk le. Hát egy kumánékom, kumánékom. És ügyetlenül mondtak, hogy nem csak a pincén, és mindenkit megkínál. Egy kis... Te most te volám beszél? Aztáklól, téltelben nyugodtan gyártak. De igazán, hozzá, hozzá. Fogyatékos vagyok, hogy tényleg azt mondta, hogy én vagyok a pincéle. Hát én is úgy hallom, hogy te vagy a pincéle. Nem? Edan! Pincélú. Úgy az utolsó vacsián, csak meg tudod ezt tenni, Dokor. Adjén főnök úr. Mondtad, hogy pimpont a leseket kicsit, de a pimpont. Olyan nélkül lesz. Elég voltam itt. Tehát, nyugodtan lehetok helyet. Ez a vű. Nyugodtan lehetok helyet. Nem annyira bírom megérzni, őszintek, mementó veled. Hogy jöjjök, leütem helyétre. Ja, nyugodtan, nem nekem, én állok igazából, hogy állok, nem akarom megmérgezzenek az asztalnál. Mondjuk elég kucsán néz ki az alma. Ja. Köszönöm szépen, hogy már eljöttek hozzám. Szeretném megkívánni, mert szerzelmi vezető lettem. Ezért megkínálnék valakit egy... Az én... Jó, mint sem csinálsz bőtet, főnök uram. Mire kérsz meg, Odin? Kínálok, megkínálok. Megkínálok egy... Egy először. Ez a két dolog, az egyik a teszem, a másik a vélem. Nyugodtan gondol, meg ezt mindenki kapni fog belőle. Egyen meg? De add a többileknek és add, de nem... Hogy adjuk körbe, szedítsen meg a vizet. Nem, hát isi, addon a többileknek is, hát... De egyet adott. De... Gondolom, nem neked mondta, ja, Odin. Add a többileknek is. Uram, bocsánat. Hol a kumornyikod, aki szétosztja a cuccost? Hé, van. Lukács, hopp. Ben van ezzel a helyzet. Ne, finom a fogalmazba se jöttek el sopany, nem gondolod? Nem probléma. Köszönöm te kacsi, hogy észrevetted, nem probléma. Ő nem szakadnak, amikor ezt mindenkinek kihozhat. Üdvizek, és ami akusztikus sad songot. Elnézést kérek. De... A vészetdiumba kerültem sajnos, és... Most mindenkinek osztam az ajánlom. Odin, nem írtál valami beszédet, hogy valaki fel tudja olvasni, aki érti, amit... Hát igen, akinek értjük a beszédét, tudod? Dehogy nem. Jolám, gyereknek légy szíves. Utolsó, összvegyem, gyere, légy szíves. Összvegyem. Olvad fel az utolsó verzőt, amit küldtem neked, emlékszel. Látod, mondjam, még az Odin is nem van a becsőjó. Odin, felállok, hogy oda tud adni, mert ha ülök, nem tudod. Minden felolvasom, Odin, várjál. Hát, tesztem, ez a vélem. Odin, tesztem, Odin vélem. Oh, gracias. Barikám, gyere, légy szíves. Na, igen. Odin, tesztem, Odin vélem. Jó szarul nézek ki. Odin, tesztem. Odin, vélem. Oh, de jó. Odin, tesztem, csak az Odin vélem. Igen. Odin, tesztem, Odin vélem. Azt a mindenit. Nagyon jó. Köszön szerint hallgassátok. Hát meg. Bécikém, bébé. Igazán át tudjuk élni az Odin kamu halálát. Vagyjál már anyadnak ki. Új burger van, mert kibe azt írta HTML-ben? Milyen? Már elülök, már elfáradtam. Nem tudom ki vagy, azt írta többiek között. Elem, uram, bocsánat, elnézést, hogy engem megvallattad. Erős pisens, a burger. Jelen. Hipős sajpogácsával. Múcsú, egyszerben. Ez ilyen sónakat olvassam fel, arra gondolsz? Igen. Én meg tiszteletben. A sónakat, na, akkor felolvasom. Kurva jó. Nem kapunk. Na most nem nagyon kérem megkézzek. Még mindig a gyomrom azért, még mindig amúgy... Hát, hogy is mondjam. Gyógyuló fázisban, meg az ember erőltetném meg egy Mekivel szerintem. Mi az a mondat? Hát mindenki kell a felszemet. Mi? A felszemet, tehát mindenki kell a felszemet. Lálo, Odin Badvár verses kötete folytatása, a
költésed napla alkalmából Sónak a síme. És mint sokkal inkább lólam solt, mint lólad, éppen fuldokoltam, te voltál a Sónak. Nem akartam lossad, de önző az ember, feltesem a kezem, ha nálam van a fedvel. Endem medmentettél, medinnám a mérged, medásnám a sírom, ha ezzel megkímélek. Mindenki az bánta, aki nem érdemli, nekem nem volt célom, csak boldognak lenni. Ne piteleg, gyalám, kérlek, nem vigasztalhatlak, egy másik életben máshol már válhatlak. Szép vagy, mindig szép vagy, hiába elmedek, most tényleg nem azért, hogy autógumit vedek. Megtanultam tőled madamat szeretni, elfogadni mindent, hiába nem adni. Csipellek már téged, ölöklek, kedvesem, lelkem darabjaként bánatod elvesem. Ezt írta utolállás. Majd egy kicsit több eléléssel is. Igen, igen, nem úgy, mint egy halmadik osztályos vers felmondom. Felolvasom én. Átküldöd. Vagy adod a telefonodat. Mondasz egy számot. 106. Baszki, mégis Odin utolsó napja. Hát egyértelmű, akkor meg kell tisztelnünk, hogy az utolsó versét teljes átadással elszavaljuk. Mindegyszerre. De most nem mondjuk azt, hogy nem tudsz olvasni, ha esetleg megakadsz. Jó, ugye, egyszerűen nem tudom beállni. Akarsz még élni még ma? Leodor, válaszolj, vagy Leopold. Leodor? Nem Leopoldot kérdezem, téged kérdezem, Kájt. Ja, én igen, főnök. Na, szép iromány. Szóval. Hát, igen. Akkor, hogy is kezdjem. Odin Bagve verses kötete folytatása. Költészet napja alkalmából Csónak. Ez mind sokkal inkább rólam szólt, mint rólad. Éppen fuldokoltam, te voltál a Csónak. Nem akartam rosszat, de önző az ember. Felteszem a kezem, ha nálam a fegyver. Engem megmentettél, meginnám a mérged. Megássám a sírom, ha ezzel megkímélek, mindenki az fántja. Aki nem érdemli, nekem nem volt célom, csak boldognak lenni. Ne pityereg... Bocsánat, le kell tekernem. Ne pityereg, jaram, kérlek... Bocsánat, mi ez a jaram? Ne pityereg, jaram, kérlek, ne vigasztaltlak egy másik életben. Máshol már várhattak. Szép vagy mindig, szép vagy, hiába elmegyek. Most tényleg nem azért, hogy autógumit vegyek. Megtanultam tőled magmát szeretni, elfogadni mindent, hiába nevetni. Cipellek már téged, örökre kedvesem, lelkem darabjaként bánatod elveszem. Írta Odin Bagvel, költő, műfordító, életművész, író, úr, poéta, művész, bárművész, okis drámapedagógus, okis drámapedagógus, bocsánat, nem hittem, hogy ez egy szó, drámainstruktor, televíziós szereplő, tábornok, sztahanovista kolhoz vezető, irodalom történész. Nagyon szép volt, Odin. Ez annyira megható, tisztelem. Jalám, 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 mindenki tölted vissza az étrétét, konyhában van főcát, még megint meg őket, ha megkérhetlek rá, úgyhogy ezt engészedte meg az ajándékomat. Igen, megették, tiszteletbe megették, Odin. Kitört egy fogam benne. De ez most mindegy. Üdvözlet, szóval szóval. Jelám hozzá a következő feltételt. A következő feltételt. Kecege zöld húszágyon. És megpirítva. Köszönöm szépen. Mellé gundával szint a szokérim nutellával. Minden hozzájárjál. Gundel palacsinta csoki nutellával, azt mondtad, Odin. Így van. Nagyon egyedi. Van zöld ágyon a múl. Keszeg a zöld ágyon, majd minden hozzá jelen. Hogy ilyen... Keszeg! Valami köcsög, most keszeg vagy kecsege? Keszeg! Zöld ágyon, mondom, milyen köcsögök zöld ágyon. Figyeltek csak. Jó, mondjuk mindig tudtam, hogy Odin kicsit meleg. Újjam. Érte választottam magamnak. Szerelemtelető vagyok. Alá kérdeztek mindenkit. Aki nem vette meg az ajándékomat, az te elmélye, majd jön hozzá a következő szűzimütét. Ott van, jól a összfegyem. Nagyon, ez az ennek nagyon megy hozzá, persze, ez szomorú, ez a Dalán napja. Jalám, az összfegyem, az ötjövezet. Hambusos kaja? Baszki. De nem batok az összfegyet, Odin. Ez jó régi. Lelakom ide eléd, lo.
Hát szép szépen az vagyam. Ez egy búcsúcsúka, csak megérdemel, nem? Odin. Adjál neki, mielőtt megdögleni, elhoztam a karácsonyi ajándékot, mert mondták, hogy a karácsonyi ajándékot szeretnél. Csak föl kell fújnom. És az őszideszek így, hogy köhög, már annyira én sértem, mit mond. Nem ő Máté, hogy... A főnökünknek a speciális ajándékot. Tessék. Köszönöm. Odaadtam neked az ajándékot, ember. De az nem annyira finca, mint az én kezemben, minden elrohad. Hát mondod a főnök úrnak, én már több láttam, hogy nagyon fura. Rendi, be kell venni ebbe szemben, ne sincs. Én nem lehetne. Odin, de mondom, hogy nem. De adod. Rendi, fogadd el. Mondtam, hogy nem. Miért köszön? Vidám már. Ne lődössél. Elnézést kérek rám, de hát adod a te a főnök uramnak. Elnézést kérek. Most a következő, ugye a programli volt a egymásba. Odaadom, odaadom Odin a lándékát. Köszönöm szépen. Mindenki, kérem szépen a... Igen, az a baj, Matyi. Fogja meg, és megvárjátok meg egymást, a vélet zöveg tetszítek egy pohárba, utána az... Elfogadtam, de ezt hol kéne látni. Nagy pohárba, én is akartam. Ja, írtam. Megisszük. Miről van szó? Mi van? Tehát ezek leplászok. Mi van? Meghalunk. Mit udíztak? Hova mentek? Ja, sehova. És mit kapunk, Odin? Mi van? Most nem értem. Mi van, Odin? Mi van? Igen, a magyar Odin, csak próbálj, figyelj már, nagy levegőket vegyél már, mert az a baj, amúgy is nehezen érti, hogy köhögsz, így őszinte leszek, én amúgy szoktak érteni, most minden tizedik szót, ha értem. Főnök uram, én sem állom, pedig itt ülök mellett. Főnök uram, meg az ajándékom. Egyen meg. Igen. Rendi, vagy Magnum, nincs megmérgezve, ugye? Van ilyet krézi bőle, majd jecka a gasztalan szállt. Na tudod, mi megeszem, akkor tessék Odin, tessék, tessék, megettem. Nom, nagyon finom, nom, kurva jó. Megetted? Megettem, megettem. A többiek is megették. És ó, pazdek, szédülök. Többiek is megették kettőt. Ne legyétek meg! Meg van mérgezve! Mérgezett a kaja! Nem kegyen meg szépen. Baj van. Ne legyétek meg! Odin, elég. Megmérgezed minket! Megmérgezed minket, Odin! Így állra. És mikor vallod be, kamu az egész? Mikor vallod be? Akartam titeket ölni. Mikor vallod be? Jola, megakartam őket. Aj, Istenem. Milyen mellettem az összes kurva kaját. Megakartam, ölted meg akartam ölni. Mártam már. Te büdös! Te! Megmérgezett, Odin. Mindegyiket meg akarták ölni. Segítsenek, kérem. Megmérgezett, Odin. Mindegy vagy gyorsak, hátfányat. Bizalag a lyuka. Csak ne rám léci. Okádjon egyet, okádjon. Nem döglök meg, Gici. De szép kis kosár. Boldogondok, nem bírálkozni. Beletöröltem a szám a kabátorba, bocsi. Bocsi, lehet kicsit leállítalak. Bászlá, nem te, hogy az a zaklató? Nem,
Mi van? Te szoktál, zaklani szoktál engem a telefonon. Kösz haza. Te szoktál, nem vagy lát. Tennál számtalan kányé. Egy zaklató, egy zaklató. Ó, most egy fokkal jobban lettem, baszki. Te lehányod, azt még moszkóz. Nem kell. Ó, baszki, most már jobban vagyok egy fokkal. Adi, miért mérget raktál ebbe? Valaki dugja le a torkát. Itt azt hiszem, hogy a Trevanginak. Itt dugjunk le a torkát, csillagom. Számít. Nem vagyok a csillagod. A krumplit, ami meg van mérgezve. Nyan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 y
Hogyha már mindenkit. De hogy békülünk, rohagyd meg! Rohagyd, de is utáltalok. Ánest, de saját anyád is után. Hát ez utáltalok. Jó, figyeltek. Most nem jött be a be... Nem akarom. Nem jött be a mellékletem. Elnézést kérem. Egy új vacsorát szerveznék. Mi lenne? Na jó, majd hagyjuk békén. Ama azt se érdekel, megdöglenél amúgy, Pistát. Hagyjuk itt! Sziasztok! Nem tudjuk fel a bányózni a takot? Hó, kicsit átfordult. Mindenki sajnáli, hogy itt megmérgezett. Meg akart mérgezni, és nem is értem. Elhívja a családját, meg a barátét, és meg akarja mérgezni őket. 10 percben tehet megtalálni ezt a csetet. Ja? Miért akarna megmérgezni a családjait, a barátait, bezeg... Ez hülye teljesen? Ennek teljesen ment az esze amúgy. Igen, volt az. Holtali. Hát én elkérem még egy cigiért amúgy. Van nálam. Ja, azt elkérem, nagyon rosszul vagyok ettől hülye ízétől. Méregtől, bassza meg. Ide jön kettő civil rendőr, nem sem semmi. Menjétek el, megyek kivét egy picit, hátha. Ne szopass, hát bazeg. Nekem volt. Itt van a kocsi, akkor hogy vissza, hogy mi? Áááá! Várjatok! Várjatok! Szállj, itt vagyok mögötted. Szálljatok meg. Melyik a mi az? Az a klatóval egy platón? Aha. Jaj, jaj. Most szemtől szembe beszélhettünk, akkor pingpong. Te szoktál engem hivogatni, te szoktál engem hivogatni. Nem, te nyakam, te nyakam. Te nyakam. Még mi ez a tus van, mert bebuzultál? Mi van a szemeddel? Minden oké? Nézzétek a szemét, Genzi. Nézzétek a szemét. Azért juttam el ide. Mert ez a ti ala, ez a főszolgáló nő. Ez én nekem ellopta a szminkeimet. Azért jöttem én, ahogy visszalopjam. Itt van összes kabátomban, leállítod te! Felregyelek a kabátomat! Azért nem veszem le, mert belé van lejtve! Direkt ez ilyen gyilkos kabát, penge helyek le! Egyszeret tettem! Túsztintát! Én nem értem, amit mond. Miért akarsz sminkelni? Hát férfi vagy! Ugye figyelj, az elfogadáskor minden kell szobálni. Engemet? Itt jó lesz. Dobjuk be a tenger mélyébe szerintem. Megjárt szönbe! Téglát a lábára, aztán dobjuk be a tengerbe. Egy magnyabíjat kapszul, az vagy ellágat, ez lenyellett. Teszelő vagy, mint a szal. Wow, ez durva volt. Kecsi, kecsi vagy, mint a szar. Úgy vigyázz magadra. Persze még az én utcámban, nem igaz? Vagyjuk babance, Most megyik az utcádba. Meg azt mondta. Megmondta nekem. Megrontottam az Odint. Megrontottad az Odint. Tényleg megrontottad. Megöntöttem, vagy megrontottam. Ne ijjetek el neki szemét, bujanó. Bujanó, meg mászik fakabát. Ne ijjetek el neki szemét. Megrontottam az Odint. Hát az Odin most mérgezett. Odin most akart volna megmérgezni 30 barátját. Hát szerintem bárki elhiszi az Odinnak a szavát. Te vagy a hülye, hogy elhiszed az Odinnak egy bármilyen szavát is. Azért hittak téged, hogy megroncod. Azért nem ettem meg. Jaj, te tudtál az egészről? Tudtam meg a hülye. És te hagytad volna, hogy meghalljunk? Szémány. Most hát dobjuk be a tengerbe, ezt a rohadékot. Verjük meg valahol, csúnyán. Üssük ki, addig ütjük, amíg le nem kopik róla, amíg tuss van, nem ütünk az emeljére. De most ide valahova. Jobbra bemegyünk a telepre, ott jól megverjük. Jól vagyunk mi. Egymásza, jó vagyunk mi. Nem kövült a bunyol. Feszegvés. Hát tönd csak le, bunyolsz, gyere csak ide. Nyugi fiúk, nyugi van, nyugi. Na szóval. Figyelj csak! Láttál már ilyet? Te rohadék!
Nábi szabály. Oh. Adjuk meg neki a maga, hova tűnik. Hánynom kell. Opa, most ezt te is kapcsoltál. Ne rohadék, te is! Hagyd tudom, hogy meghalljunk! Jajjára azt, hogy nem lehet egyre targetelni amúgy. Egy karakterre targetelni amúgy. Én nem ültem volna ott. Nem jó, GTA-ban csinálják, hogyha egy emberre targetelsz, nem ütögetsz össze-vissza mindenkit amúgy. Meddig verik, főnök? Elég lesz, nem? Jó lesz, persze. Rohadt kis köcsök. Hagyd tovább, hogy megdögöljenek az emberek. Jöttök ki még az én utcámba! Hát, ja. Megüssem még egyszer. Nem kell, már itt is idejné, meg gyomorhása. Van elég baj az életben, mondják az embernek. Viszont egy Paletó Bank, annak még nincs elég baj, mert ma még nem raboltuk ki. Ki vagyunk ürülve fegyverileg, és megrablott a kólánk otthon. És így szarab lett. Szívtam már egyet, aztán azt éreztem, hogy szarab, szarab. És így be van. Mi ez a, ezek a laggók, én PL ezek? Vagy PL, mi? Hogy lehet citafüllel motorozni? Nem. 108-as pingem van. Jól látom. Nem tudom, néha van ilyen a szerógép, vagy a ping nagy valamiért. Engel kéne beszélni, de ma még nem láttam. Az az igazság. Mindig akkor nincs itt senki, amikor beszélni akarok vele. Viszont a Leopolddal is beszélnem kell. Tehát tegnap most akkor a szálak indultak el. Éjfélkor, meg 11-kor. Micsoda? Mondom, mostanában sokat beszélgetünk egymással. Hát igen, majd beavatunk. Csak ja, én ráérek, én mindent utoljára tudok meg, de ez nincs is baj ezzel. Hálam utoljára nem hiszem, én vagyok a legutolsó. Ja tényleg, te meg én általában mindenből kimaradunk. A végén mindig mindent tudom. Új Roszkó szerintem se tudja, hogy a percben ambus helyett nagyjából. Jó, de Roszkó, ez se hülye, én nem is tudom, hogy maradt meddig életben. Tényleg hiszem, hogy annyira, hogy igazából őszintek veled. Takasi, azt mondta, hogy megy csajozni? Nem, azt mondta, hogy elmegy aludni. Nem, azt mondta, hogy csajozni? Olíviát akarja felvenni. Ja, ezért akkor lehet ide csajozni, mert a felszedni. Hát, tényleg most Olivia meg Leroy most megint együtt vannak? Sose lehet újra összél, most fel is simom az Oliviát. Én azt mondom, vadászunk zöldekre, meg sárgákra. Zöldekre? Tegnap szétlőttek engem. Miért? Hát, mert elloptam a tűzoltóautót, ahogy nincs is semmi közük, és az ezért le akarod vadászni őket. Szétlőttek. Szemetek. Á, bocsi, kicsit feszítettem. Á, elvertük a pongpongot. Mi a? Hello, Magnum. Mi, Olivia, szép, hogy Takasi veled van? Megérkeztünk. De kicsit. Fiat Takasi, jó van, csak nem tudtuk, hogy mi van, mert azt hittük elraboltak, de úgy tűnt csak a szíved rabolják el. Cse! Hello. Mi a helyzet? Álló, mi a csöngen, csak mondom, azt hittem, hogy bajod esett, mert többiek azt mondták... Hallassam, Pany Olivia, hallassam! Nem. Akarsz ki? Ja, bocs, hogy nem akarod, hogy én intim pillanatot megzavarni. Szív, nem írd már! Nem! Hát olyan mélyre vagyok! Keci, szorosz! Ez nem mondom, hogy hallatszik, autót szerelünk a autót. Bocs, nem zavarok, hogy ez nem egy inti pillanatban, csak azt hittem megdöglött Takasi, de hát úgy sem elég nem, jól még, van. Még nem. Ne dugd olyan mélyre azt a kis töntét. Jó, hát jó, majd akkor beszélünk. Szefa. Jó, beszélünk. Sziasztok. Olé. Szia, Csino, mi a helyzet? Elég így lazába vagy. Hát most így lejtibe tudom, mindig a ruhám adja meg a lelki állapotomat. Most életem legkellemetlenebb telefonhívása volt szerintem, amit valahogy átéltem, úgyhogy sokat jelsz ide. Hát Oliviát hívtam, és azt mondta, hogy valaki nyögdös áttérbe, meg Takasi mondja, hogy most akkor berakom meg, ilyenek. Mi? Na jó. Igen, valami ilyesmi. Isten, na jó. Fú, itt most tényleg Takasi kurja Oliviát? Nem tudom, igaz, azt hiszem többen, ahogy hallották. Olé! Figyelj, csak átgondoltad már, hogy a boldogság útjára akarsz lépni?
Ez mit jelent? Jaj, te vagy az Y-os sávú! Jaj, valami bizé? Ez valami ilyen szekta? Aha, szektás, olyan, mint a te istenhited. Ez nem szekta, ez tudomány. Ez mi volt ez, 6 évszak, vagy 4 isten, vagy 7 isten? 7 isten, így van, 6 évszak. De jó, valami szem volt. Mit lehet tudni erről az epsilon? Hát ez a csávó epsilonba tolja, abszolút. Ez mit tenni, mit epsilonba tolod? Hát nem tudom, ki akarja tenni a YMCA-t. Az egyik legfontosabb tételünk, hogy boldog vagy, csak még nem tudsz lóla. A másik én amúgy kibaszottul boldog vagyok. Hogy 189 éves a föld, meg valaki megint hívogat. Ki a faszom valaki ezt kibette rád, jön? Baj van? Hello, tessék! Még az utolsót is ismerem. Csak senki nem válaszol neked, Gajla. Micsoda? Ja, szóval Frankon Oliviát most takasik hát, úrjá. Hát valamennyi van, de majd valami ilyesmi van, ja. Szumesz? Hát ez jó ellensúlyat. Meg valaki más is, szerintem. Vagy nem tudom, őszintén nem tudtam kivenni ebből a telefonbeszélgetésből, elég érdekes. Azt mondta, csatlakozzak én is. Meg Odin, most elmentünk Odin temetésére, aztán meg akart mérgezni mindenkit. Nyomi mondta. Azt a sárga autót nem vigyétek már el, Lici. Mi? Azt miért nem szállod be? Figyelj, azért, mert álljatok el innen, mert mindjárt bejön sok rendőr kergetni valakit. Mi van? Csak nem magni volt. Felhívott Cseng egyik ember, hogy segítsek már neki, adjak már egy autót neki. Ja. Hát de ha oda kiálltál az autóval, már nem jön be ide, nem? Miért nem viszed el a múló elejébe, bazd? Kérdezzenek, hogy a Cseng az már rá fog érni. Jó, nem biztos örülni fog neki. A mentős, várjál, mert hogy is hívnak. Licán vagyok. Öcsi, ezt jegyezzem meg, hogy Licán. Hadd meg a számodat, Licán. Na várjál, mindjárt megadom. Ennyi, hogy a föld 189 éves, meg a boldogság... Nem. Hát igazából azért egy komoly tudományi szállításaink vannak. Na várjál. Ugye, hogy hát a bioszfaktuszok kitalálták a spelmát, hogy megkúljanak az emberek, de kúlni kell. Egy férfinek hetente 7-szer kell kúlni, egy nőnek 5-szer, kivéve júniusban. Napi 3-szor masturbálok, ez nem elég. Napi 5-szer kell kúlni. Mikor fog hívni Cseng? Ez is alaptétel. Ha elérhető lesz, akkor hív téged, míg azt mondom. Most várjál, most már mondom akkor a telefonszám. 253 431. Te japán vagy? Vagy kínai, vagy koreai? Hát Lee, szerintem kínai. Japán, ne. Japán vagyok. Egy lehet megkülöztetni őket. A szemem. Ki ezt egy kis mérgezett átkár, neked úgyis rád fél szerintem, nem? Jó, gyerek is. Várjál, egy kérdésem van. Várjál, Richard, nyugi. Egy kérdésem van. De figyelj csak, ne nyugítassz el, jó? Én itt jó vagyok, köszönöm. Por favor. Ú, de fáj, hol sok. Randy! Mi? Hova tűnt? Palina, ennyire szétverte? Hova tűnt Randy? Elszalám! Szükség lenne egy, meg akarom ma csinálni azt, amit már régóta tervezek, de a komoly emberekre van szükségem a csapatból. Mi van? Van olyan? Igen, ti. Igen, miben áll az rendelkezésedre főzött. Lehet, hogy most már visszavonom ezt. Fasza, komoly emberek a csapatomban. Fasza. Grosszú leszek, nagyon görcsolosom. Fasza. Mi csináltál? Mérgezett kaját adott. Kicsoda. Sajnálom, jobbul esik. Én igazából gyertek közelebb, részt is utolok. Hát, hogy a mentősöknek már tervezem eladni az adraint, ugye? És hát be kéne öltözünk egy ilyen inkognitó ruhába, teljesen. Tehát, hogy be kéne öltözünk egy ilyen inkognitó ruhába, felhívnom a mentős ismeretlen telefonszába, és felkínálnám nekik ezt a lehetőséget, hogy adjanak el adraint, és ugye akkor ők tudnak szállítani a rendőrök, nekünk van egy fix vásárlónk, és így megérni a bizniszben maradni ugye eléggé. Csak hát be kéne öltözni a inkognitó ruhába, aztán felkeresni a mentősöket. Csak mondjuk ez például egy Markusra, vagy mondjuk egy Roscoe-ra nem menném bevenni őket ebbe a feladatba, mert tudom, hogy valószínűleg hát nem az, hogy egy perc után ezt szólják maguk, hanem kiírnek Twitterre. Szóval rátok gondoltam így öten. Oh. Wow. Jó, akkor így meg most hallgattam még, hogy Olivia és Takasit nyögdöstek a telefonban, nagyjából 50 másodpercig. Igen. Figyelj főnök, annak a Koppernek is kéne adraim, mert azt Dadoginak szóltam, azt mondta elintézi, de szerintem még mindig nem intézte el. Melyik a Big Bill vagy a Jojo? Mi van? Joe? Hívom. Kérdezz már meg, hogy el lett intézve, valaki majd cigilyen, vagy bármilyen. Fáj minden. Most hívtuk-e? Nem tudom, miért ilyen zene megy azóta amúgy, nem tudom, mit hallgassunk. Ez a playlist-e, mert megmondtam amúgy a pici kicsiért. Most van valami új playlist-e itt a felhozatalban, mutassátok csak.
Van valami jó izé, playlist. Chat addig felkérdez Sonar, aki szeretne támogatni. Le tudja kenni. Bekerül a nyereményjátékba. Az be se töltek a playlisteget. Furinak, Daris Tamás. Azt hittem megsüketülök, Geci. Azt a kurva véletlen rossz gomblett. Bocsánat, elnézést. Nem akartam megsüketíteni senkit. Bocsika. Jó volt a rendezvútok? Jó volt? Még nincs vége. Aha, Pörzsben folytatódik a legjobb helyen. Igen. Elsőre ide jöttünk. Hostabb ez a beszéd. Igazából csak másodjára, de mindegy. Meg a gyűlöstát. Mert kaptam fegyet. Hallod Magnum, most be akarsz állni a sorba, vagy nem? Persze, be. Csak attól félek, hogy megint nincs. Mint nem volt három alkalommal. Mi nincs? Szerintem Ford. Lesz. Lesz? Jó, akkor megváltunk ezt a gyorsi VPN-t. Tegnap fél órával előbb álltunk be tisztelettel, szerintem most nagyon csúcsidő van. Tegnap? Ja. Ja, hogy fél órában van már, mint 8.30, úgy érted, nem? Aha. Ma hát megint olyan legyen legyen. Az igen, kár. De miért is kajáj, főnök? Te tiszteletlen! Bocsánat. Égyed el magadat. 20 óra 6 perckor írták ki, hogy Rockford észre, ékszerbolt 150-es mérkőzetbe. Tömeg a zsaruk. Ó, anyám, paletó nincs is. Mi van? Hol elromlott, vagy mi van? Miért dudál, uram? Nem férek el. Figyeljen már, uram, van kolvány ezen a lendül autón? Hát hún menjek el? Hát ott mellette, az előbb elment mellette egy maszkembel, anélkül, hogy probléma lett volna, élti? Ja, ez csak Johnny. Gondolom. Jó, Johnny, én bízok meg ebben, menni fog. Azaz, gyönyörű. Én kifizetetném vele a károkat. Ja, hát kifogom majd, persze. Arigati. Na, szóval Cino, ott tartottunk, hogy akkor kettő. Emény ki ruhaboltba gyorsan akkor? Menjünk akkor. Hogy menjetek, eddig elintézem a telefont. Nem világosítette föl. Itt telefonálok. Meg kell lőni a hangtorzítót valahogy egy kicsit, nem? Azon gondolkozok, ha már ilyen full shady-ben nyomjuk, akkor úgy kéne. Csak nem tudom őszinte, hogy ezt is hogy kell. Várjatok, effects, aha, hockey aréna. Nem, aha, így, aha, mondjuk... Ez most mélyült, nem? Csak nagyon robotos lesz szerint, az a baj vele. Ez így jó volt? Mentős főnök. Ez amúgy jó? Hát rejtett számra hívom fel az orvos nyilván. Faszom. Hát igazából lehet nem elérhető, úgyhogy lehet fölös ruhaboltba mennetek. Akkor magyarok Darkweb-be. Akkor álljunk be a sorba. Ja, magyarok Darkweb-et. Se vastok, milyen is? 2, 3, 8. Van egy nagyon jó tervem. 2638. Mi volt 238? 372. 399. Elsők vagyunk, mondtam, elsők vagyunk, tényleg megint el fog indulni mindjárt. Gyere csak, Leo, dumáljunk egy kicsit. Igen. Ja, írtak közben amúgy, mi a neve, J. Igen, erre akarok, hogy... Mi a helyzet? Ja, írt. Úgy ez elég szomorú, hogy csinálunk mindenféle programokat közösen, és Márkus meg Denzi, amikor rablás van, akkor mondják csak be. Amúgy igen. Nem voltam lopni a csete másfél. Leléptem el. Halló.
Na, azt írta, tegnap este, hogy... Ja, írtam nekik, hogy... Hogyan legyen, most Murph nem bízik annyira Magnumba, azt vettem észre, kérdezte miért. Tehát ilyen furán beszélnek egymással. Aztán leírtam, hogy miért próbáltatok meg ilyen szar módon elrabolni Magnumot. Most ez így nagyon levágós volt, neki alig tudtam kibeszélni magam. És azt mondta, mert nem bízunk benned, de ok volt. Mondom, ki? Szóval, és fel akartunk dobni, mindenkinek elmondasz mindent, meg próbálod őket összeugrasztani. Mondom, megmondta neki, hát de ezt beszéltük meg, hogy Magnumot nem bírjuk az meg. Igen, Gábor. Mondja, én végig csak teszteltelek, nekem semmi baj a Magnummal, meg a Goofyval. Amo. De ez most végig miért teszed, pont végig most teszed, de nem szólt volna addig, ameddig igazából nem buknak elő. Nem bukik, nagy kamogép ez a hülye J, nem bízok benne. Hát meg lépett is, bazeg, hát. Erre voltak Leroy, csak ezért. Hát igen. Azt mondta, tudom, mi volt az ok amúgy, hogy az volt az ok, hogy Murph-ön érezte a parfümöm illatát, és hogy féltékeny, velem több időt van Murph, mint vele, úgyhogy mióta kiléptek, igazából végig beteg voltam, hogy itt sem voltam. Ez volt az én. Ennél nagyobb indok, ennél hülyébb indokat nem is hallottam. Ez éges hülyeség. Szóval szerintem amúgy biztos, hogy tartják a tervet, csak te már nem vagy a részese. Jó, szerintem is ki az, akit be tudnánk építeni, érted? De. Ezzel be én sem bízok meg, hát az úgy... Mondjuk Márkusz az... Amúgy szerintem Márkusz. De Márkusz azt nem akarna ebbe benne lenni. Hát szerintem se az a baj. Hát szerintem úgy nem kell benne... Hát nem tudom. Valahogyan az a baj, mielőtt kinyírnak, tisztázni kérem ők, hogy mi a neve. Nem bízunk bennük is, akkor nem tudom, amik. Patkányok, vagy nem tudom mi, aztán megüzenni nekik, hogy ennyi volt akkor itt az egész. Azt mondod? Hát most bazeg, most nem... Keci! Ezt én nem hiszem el. Hát én amúgy tényleg nincs legkomolyabb beszélgetés, spekulálgatások közben. Hát keci! Hú. Hogy is mondtad Leopold? Hogy is tartok? Jár, meg kéne mesélni Murphre, de most szerintem nem kéne megvárni, míg mondjuk kinyírnak. Hát nyilván nem. De még tényleg kinyírattak volna, de nem. Jó, de ez viszont amúgy, ez jogos alibi nekik amúgy. Szóval most, hogyha csak rád fogják az egészet, az amúgy van érted, akkor be tudják magukat védeni azzal. Most szerintem az a tervük, hogy előbb kinyíratnak engem most ezért, mert kicsit idegesek, aztán utána meg kinyírnak téged. Csak most egyelőre gondolom, nem ők akarnak engem kinyírni, mert akkor ideges leszel rájuk, hanem azt akarták én, hogy te nyírj ki engem. Nem? Igen, szerintem is. De szerintem most, hogyha ugyanúgy mi a növe, nem fog semmit tenni velem, akkor szerintem mindkettőket ki akarják majd nyírni ahol. Őszintén. Nekem ez a véleményem. Tegnap tegnap ki akartak igazából nyírni téged. Azt mondták, ma azt mondta, hogy tegnap este már vigyünk, intézzük el a halálodat, érted? Ja, de szerintem, hogyha nem ölsz meg engem, akkor téged is ugyanúgy kinyírnak. Mert hogyha nem nyírnak ki, akkor meg gondolom védeni fogsz. Hát ez így van, ja. Szívok már egyet, persze, imádom. Csak így meg szerintem akkor lehet teljesen visszaérzi, fújják a tervet érted, és lehet, hogy csak később támadnak meg. Miről van szó? Hát a tegnapi streamről lemaradtál? Nézd vissza! Nagyon sok mindenről lemaradtál, de mert... Nem tudom. Nagyon sok mindenről. Hát nem tudom, hogy először beszéltünk, hogy... Meg ugye azért akartak elrabolni tegnap engem, nem is azért tudod, mert hogy meg akartak ölni, hanem hogy hát ez mennyivel izgalmasabb, tudod? Mondom, mi azért, hogy a barátodat elrablod, ez izgalmas, értem azt, hogy csak felhívod, hogy mi van? Jó, nem tudom, szerintem ez már nagyon ilyen kétségbeesés volt tőlük. Mi lenne, ha megölnénk téged, csak eljátszanánk a halált? És miben lenne jó? Miben minden előrébb minket?
Hát az, hogy utána pedig folytatod annan tervük, mert azt akarják elérni, hogy megdögölj, de közben itt lennél, csak mondjuk érted, más személyiség alatt érted. Ez a baj, felismerető vagy eléggé, hogy őszintelek veled a kis spekulálásaiddal a beszédet. Mert feministának kéne legyek meg. Segítene szerintem. Az lehet, igen. Ja, nem, az nem megoldható most. És nem vagyok olyan hangulatban. Azt gondolom, de majd mi mit lehetne. Nem tudom. De az mivel, de az én még nem értem, mibe vinne előre. Én megkarnék, oké, és akkor mi van? Hát mert most mondtam, lehet, hogy, te most is lehet, de most akarnak visszanyalizni, akkor lehet, hogy most visszanyaliznak, azt ennyi. Inkább semmizik így az ügyet, hogy mindent támogatok, azt most ugyanúgy kihasználni. Jó, de én ezt nem akarom, hát most ha nem szervezkedtek, nem fogadja egy csak újra át, mert szervezkednek el velük, oda meg fogják tenni. Hát akkor mi fogunk lépni előbb, akkor mi fogunk szervezkedni ellenük. Mi semmizzük ki őket, ezt a rohadt kis félcigány hülyek köcsök jét. Három nap nem telik el, azt már ilyen SMS-eket írogat le, hogy meg kéne ölni engem a rohadt geci rohadék. Én nem fogom ezt csak úgy hagyni. Nem. Rohadt szemetek, persze. Ne ugye itt nekik maga, mennyire ugye már. Miért nem mutatta meg a közüzeneteket előbb, nem? Hát igen, az a baj. De hogy jöttek rá, hogy te vagy a tégla? Nem tudom, amúgy nem is beszéltem benne. Csak nem bíznak bennem, azt írtak. Még ami nem vagy túl megbízható alapvetően, mondjuk most nem, már nézámomra, igen, de alapvetően nem vagy egy túl megbízható ember, ezt be kell látni. Jó. Azért Leopold. Amúgy lehet, hogy rájött, hogy kicsit hülyeség voltam, hogy elkezdi szervezkedni, és meggondolták magát, azt inkább rám fogják, mielőtt megérted, rájönnél, hogy milyen tényleg ők is tényleg komolyan gondolták, érted. De amúgy szerintem csak megbánták amúgy, és hirtelen rájöttek, hogy hülyeséget csinálnak. Amúgy. Most inkább rám akarják kenni, de hát már késő, mert szóltam. Hát már szóltál, és aki egyszer ki akar nyírni, az máskül is ki akar majd nyírni. Csak várja megfelelő alkalmat. Én meg nem fogom hagyni, hogy úgy végezzem, mint a halott anyám. Gyöglötten a sírba. Muskát itt ültetnek a síromra. Fly high Magnus mom. Egy prostitút. Sexy bitch. tényleg? Akkor eltaláltam. Ja, 17 tesómmal, vagy 16, nem tudom pontosan. De jó. Sexy bitch. Az szuper lehet, legalább sok barátodó. Egyiket se ismerem. Jó. Nem mindenkinek külön napja volt, tudod. Hát tudod, én fizetek egy óráért, azt hát kiukadt a gumi, tudod. Én tervezett voltam, azt mondta. Jaj. Tényleg tervezett? Fizetett, nem? Persze, én voltam az egy, én voltam egyetlen tervezett, képzeld a 17 között. Érted, már akkor is fizettek, mikor meg se születtél, mi magad? Persze, mondjuk ezt a lítóra mit csinálnék én, amúgy már elrabondom Leroyt, és kifaggatnám, hogy mi a geci volt ez egész. De Leroy nem tud a Jake-ről. De a Jake elrabolták. Jaha. Ja, igen. Aha, csak meg. Aha. Jó. Nem? Ja, mert hát az nekem meg közöm se volt, én nem is tudtam, hogy el fogják rabolni, tehát most azt foghatják rá, amikor közöm nem volt hozzá. Az a saját ötletük volt elrabolni Leroyt és ráfogadni rád minden. Jaj, most akkor elmenjünk, hogy idézzük a Leroyt. Ja. Közni, hogy gyülekezünk, elraboljuk Leroyt. Én nem is volt, ezt nem hallottam rá. Lehet rossz rádió vagyok. Szevasz, Leroy! Szevasz! Figyelj csak! Tudunk valamikor diskurálni? Diskurálni valamikor valahol egy fontos dologról? Viktor, köszi az eddig valamit, köszönöm szépen! Hát jelenleg ilyen izin vagyok, továbbképzésen valami japán csávú életvezetési tanácsadásban. Ja, az Epsilon program! Aha! Béke veled! Mi van? Béke! Utána meg bedumáltunk. Mi baj van? Ja nem, igazából csak fel akarok tenni pár kérdést. Jó! Előre szólok a Steve Rubenson nyugodt. Hát tudtam, ja. De kibasztam Takashival, mert előbb megdugtam Oliviát, azt fölmelegítettem neki a helyet előre. Ez még kemény. Nem is tudtam, ja. Jó, hát figyelj, jó, igazából mennyi idő ez még, amíg ez prédikálni kell ez a forma? Ugyan, geci, fél óra, 20 perc, anyám. Jó, hívjál majd fel utána akkor. Évülök, oké, jó van, jó van, szevasz. Erre 20 perc, mire ráérem, mert rossz rádió vagyok, azért nem hallott ezt szerintem. Hol vagy te többiek? Gyertek már le ide a mólóhoz, gyertek le, mint mólóhoz. Szóval annyira bevajtjuk a többieket, hogy a J-ék át akartak baszni, nem? Ezt mondom, hogy Leroyt már bevajtjuk. Mármint, hogy a goofy sokat. Ja.
Gyerek, Falka, hello, Falka Lurk. Jövök főni, Műni. Kál, amúgy is megy. Jól nézel ki, Márkus, de jól néz. Mit van most? Fagyid? Fagyid van, Márkus? Én mindenki felszopója vagyok egy kicsit. Jó étvágyat. Nem olyan vagy, hogy nem vagyok. Nagyon kanalazik. Az enyém miért nem van. Köszi meg Gorát neked is, egy Prime-os 13-ig óra, nagyon szépen köszönöm neked, és tényleg. Tudom, hogy nem vagyok, csak mondom. Tudom, hogy nem vagyok, de még lehetek. Hamarosan 700-an vagyunk a nyeremény játékban. Hamarosan 700-an. Fekvégében jelentetek a Unity is. Szombaton gépépítés, vasárnap 12 órás, ezeket ne felejtsétek. Jó szépen, jó szépen. Kös, kicsit kellemetlen szerintem, de azért kös. Ja, tényleg. Ugye kellemetlen? Szóval mindenki, Szontesz, nincs itt. Szontesz, hol vagy? Hát, elég hívom. Bent a izébe ül, és néz ki a fejéből, szerintem cigizik. Gyere le ide a partra. Hát ez csodálkozik, lemarad minden, amikor elmondom végre, mi van. Ne, nem a partra, hanem a mólónál, móló végén. Ez nem part főnök. Part a homokos. Ez igaz. Ez most amúgy, de most igaza volt égre egyszer, nem? Nem szállom, akkor sem okoskodni. Készen itt vágyad. Itt a pörz hátsó kijárata, a tenger felé itt vagyunk, aha. Jó, valaki mondjuk ezt se érti meg, viszont az. De legalább fincs a fagyi, amúgy vagy annyira nem? Hogy ne, de jó. Na azért beszélgettünk, itt van Szontász, itt van, nézi mindenki, nem hallott, azért spekuláltunk, mert beszélgettünk itt ennyit külön az elmúlt napokban. Mert hát igazából hát egy az azt hiszük Denzel, hogy egy kibaszott tégla, Denzel egy kígyó, de egy olyan csörgőfajta, tudjátok. Ez egyik. Hát nem őrszántából, megbilincselt is kicsit átadó. Beteg a feje, de nem őrszántából. Hát amúgy el van kattava, ez egyik, és ezért akartam mindig külön beszélni. Másik meg, hogy hát igazából ilyenek voltak, hogy hát Jake tegnap el akart engem rabolni, pedig elvileg képzeljétek el, csak arról volt szó, hogy valami félreértés, Leopoldot sarazzek, hogy Leopold elvileg itt áskálódott, meg ilyenek. Hát én már azt hallottam, hogy igazából több felől, és a mama is mondta ilyenek, hogy Murphy-t meg engem össze akar ugrasztani Jay igazából, meg engem ki akar semmizni, meg ilyenek, úgyhogy három napja nincs, vagy igazából most már egy hete van, hogy itt hagyott minket, és gyakorlatilag már 2-3 nappal azután, miután kilépett, és azt mondta, hogy egy család maradunk, már szervezkedett, ezért azt csinálta, spekulálgatott, meg akart ölni engem, tehát hogy már ez volt a terve, és hogy Murph legyen a legjobb spanya, igen, és ezek így kiderültek, aztán tegnap hirtelen minden tervet valószínűleg így eldobtak, aztán most épp nincs semmi így tervezésbe. De csak hogy értitek, csak hogy úgy álljatok hozzájuk, mint ahogy eddig, csak ezt tészi, és mindenki tartsa titokba, szóval Markus, meg vagy Kyle, értem én, hogy néha elszöltök magatok. Ja, mondjuk Kyle, akkor neked majd, hogy nem vagy a legélesebb kés, csak ne szóld el magad, hogy érte valószínűleg így tudunk egy-két dologról. Én még nem szóltam el semmi. Nem-e? Még. Ja, nem-e? Nem veszed észre, olyan geci buta vagy, azt úgy mondod el. Ja, amúgy kicsit ez fájt most nekem is amúgy. Ez egy kicsit durva, hogy tél Márkus a teszárból. Túl komolyan vehető a teszárból minden sidás amúgy. Olyan kis gonosz vagy. Igen, amúgy tényleg egy kicsit. Van benne igazság amúgy, de tőled nem szoktam meg. Minden egyes szitkozódás fáj tőled, Márkus, mert tudom, hogy a szívem. Az milyen megy, nem? Az ugye, igen, az tényleg. Viszont, várj, visszatérve. Úgyhogy ja, ezzel szervezkedtünk, nem tudom, hogy én most már így fele annyira bíznék meg, hogy negyed annyira bíznék meg, baszki. Itt a J-ben, mert ő egy kígyó. Ennyire rossz volt a hamburger? Ja, egy hatalmas kígyó, úgyhogy vigyázzatok velük, mert ha Jay az, akkor lehet Árvel is. Lehet, hogy ő a Hydra? Jánytad, most gondolkodtam át, hogy még a félig épülő gyomrabba bevállalom, hogy pont ebben a pillanatban jutott eszembe. Azelőtt, hogy 5 másodperc azelőtt, hogy ma íve írtad, gondoltam, hogy lehet mégis megpróbálni ezt a hamburgert. Mi volt a baj vele? Sugárba hánytál. De ő valami főnök, vagy bármi? Pillanat, megkérdezem. Megkérdezem. Figyelj, Magnum. Mi jó neked? Csengnek ugyanaz, mint Cseng. Csenggel akarok beszélni, Cseng, ezt privát ügy köztünk közt. Megvárjuk akkor a holnapot, mert privát ügy. Ja, persze, megvárjuk semmi. Ennyi sem sérünk. Viszont azt kérdezem meg, hogy a Molotovot sokan nem kell, neki meg akartak még menni 20-at korábban. Még az a tag, akivel beszéltél mindig külön. A moló nektek nem kell, mert Harry keresét, hogy 20 moló kell, nem tudom, hogy nektek, vagy csak milyen slangben vagy a moló? Amúgy nekem meg jól lenne. Mi Molotov? Hát mert úgy emberek vagyunk. Tűzgránátnak hívjuk már. Tűzgránát. Akkor kérdezz már meg tőle, hogy kell-e a Molotov. Ez az erre most a kezdvel baszni elképesztően, nem, hogy így igazza. 20 darab főnök.
mennyi? El annyi nekik most? 20 darab? Hát igen, megkérdezik, mennyi lenne. Matematikázok, matematikázok, várjál. Matematikozik egy pillanat. 50 ezer dollár, azt hiszem. Jó. 50, azt hiszem, 50, hogyha 20, de figyelj, hogyha vesztek 30, akkor csak 2000 darabja, szóval csak 30, csak 60. 50 meg, vagy mi az 20 meg 50 köbben, szóval annyival drágább, úgyhogy vesztek 30, akkor jobban megéri sokkal. Akkor lehet a 30-ra. Ja. De akkor van a telefonban? Márkusz, nem most beszéljük meg a telefonhívást. Jó, akkor figyelj, keresd majd, ha kell. Jó, szemben nem tudom, hogy meddig aktuális nektek, lehet ma még keresünk. Ja, az jó, ma még simán jó. Már ezért két emberünket szerintem lecsukták. Azt ja. Majd utána akkor felkeresünk benneteket. Jó. Vízis mérgezett, reméljük. Csöcső. Tudod, honnan van ennyi moló? Úgyhogy mi kimegyünk, hogy csináljuk. Ja, gyártani, gyártunk, baszki. Hát azért nem lehetne a panyalót, benszik meg egy rongyot belenyomni, amúgy nem. Basz meg, a kurva víz is meg volt mérgezve! De rosszul lettem! Geci, minden meg van mérgezve. Hülye, Odi, megmérgezett mindent. De jó, hogy nem ittam meg a vizet, hanem eldobtam a mólóra. Basz, én kéne egy kóst, kéne egy ételkóst. Akkor lehet csak, amit nekem adott. Szerintem ilyes. Basz meg, arról hadd megfogom, hogy én megölöm Odint. Vagy az nem az? Nem tudom. Adattam a Ticinek, vagy anyám csomagolta. Akkor azért hallgattad három autón. Jó vagy, főnök. Főnök, te miért petlengel már meg? Persze, meg vagyok mérgezel megint. Meg kéne nézni, hogy mennyi van, mert a többiek azért viszegetik, az dobálgatják, úgyhogy nem biztos, hogy van annyi. Darabot nem láttam még. Dugi daktából. A Denzel dobálgatja. Denzinél mindig 3-4 darab van. Úgy, nem vettünk 3000 lőszert, amíg beszélgettünk otthon fél órát, de ezekkel kilőtt bele ezret csak a falra szerintem. Mondjátok már nekem is a kódot amúgy. De a simában van. Ott nincsen, az úgy, de. Mi? Most kaptál ételmérgezést, és meglevettem. Én tettem be 20-at, és mondtam, hogy ne nyúljon hozzá senki, mert az izé megrendelésre van. Ja, csak ja, nem tudom. Mert remélem, hogy Dadogi áttettem el domáltátok. Dadogi, ami van? Most alig láttam ma meg tegnap. Gomez? Ja, pedig mindig itt van. Igen, Gomez. El lesz állat, Vodka. Gyerünk már, kelj már föl, kelljek már föl innen, bassza meg, áll. De inkább közel van az óceán, bele tudsz hány. A végre, hú, bassza meg, van valaki egy cigi elé? Adjak felszerelést? Ne. Szomó felszerelésem van amúgy. Felszerelésed? Aha, vannak, hét. Tessék egy cigi főnök. Tessék. Azt a köszik. Ilyen is. Adtam egy cigit szívdem. Ó, azt mondom, adrenalin. Az a baj a kokaint, ami most lassan elkezd szivogatni, mert most meg elroblott egy kicsit, felszívtam, ezt ilyen összeállt ilyen nagyobb darabokban, mert múlt a legutóbb, tudod. Én is azt nézegetem, a szívogatom egyfolytában. Earthbox. Miért adtam műanyagot? Van ideiglatú vagyok amúgy? Én nagyon érzem, aha, kicsit ilyen feminista. Nézd Márkusz, tele van tömbe az ingyen, körbe. Nem is értem, hogy sikerül, de nem tudom, hogy megfőzte azt megleves, tudjátok, és egy nagyon fura íze volt. De általában túl is szoktam főzni, mert nem tudom, szeretem úgy amúgy. És így nem tudom, hogy nagyon rossz íze volt, meg nem tudom, a tészta, mondom, itt valami nagyon nem oké, amúgy. Ettem egy két falatot, mondom, és így kijöntöttem inkább az egészet, reggelre még nem is voltam annyira rosszul, inkább délutánra lett az, hogy nagyon durán voltam. Nagyon kicsit, nem tudom, egy kicsit placebo is volt az elején, vagy aztán meg berosszultam. Mert meg vagyok mérgezve! A kukát el kell érjem. Na most már jobban vagyok. Ezt meglevest főzni? Hát megfőzöd. Hát nem, felmegíted a vizet. Nagyon jó lett. Megnézem Pitta playlistet. Ez amit beküldtél? Meghallgatjuk. Úgyis pörgés van most már, végre a spekulálós témának. Szevasz, Ray! Mi a helyzet? Megszóltad újra a szerót? Milyen? PD-zel te is, vagy nem PD-zel? Szia, Nyomi, mi a helyzet? Mennyien járadnak amúgy a Pörzbe, őszinte leszek. Hát ez nagyon rossz. Ma
Amúgy nem olyan rossz. Seva, Seva. Csata. Figyelj, akkor ma beszélj egy ilyen érdekesebb témára. Meddig érsz rá ma? Egy ideig biztos, csak épp a majáékat lövöldözzük. Jó, jó, hát figyelj, akkor még visszaillesszél majd egyekkel jó óra múlva, hiszen lesz majd egy izéről. Márkin, galantot vezet. Oké. Jó, fasza, halló. Halló, köszönöm rá, Sergő, köszönöm szépen. Veled mi van, Takashi? Melyiség vagyunk a sorba amúgy. Hát, igazából letudtam a beszélgetést, most már csak kicsivel találkoznom kell, és jövök vissza. Ó, az oda nem mentek én is esetleg? Mert beszélnem kell vele nekem is. Hát igazából oda jöhetsz. Ne jó, hol vagytok? Ja, mi van? Migi most hívott, hogy kellene nekünk valami cucc tőlük, amiket ők csinálnak, illetve lenne információ, személyesen elmondják a Adrainnal kapcsolatban, és illetve más infóval is. Hát ezt tudjuk majd ki a riválisunkat. Jó, hát jó. Most jelenleg nem kell semmit tőlük egyelőre, lehet, hogy meg kell fog, de most kicsit most... Na, fogyózom. Még a pörsz tudják, hogy mi tudjuk, hogy kik gyártják, de azt mondták, hogy más infó. Ja, hát ezt most is eltűnöm mondani, vagy most el akarok ugrani Ticiben, mert azt akarom, hogy Adrain terjesszen. Hát, majd személyesen, de akkor mennyi, majd utána. Ja, jó, akkor nem visszajövök, ezt intézzük, jó? Jó van. Nem tudom, eddig streamelnek már csináltam, hogy mert ma amúgy nem igazából csak ezt spekulálgatom, nem terjesztem annyira durrán nézni, semmit megnyomni. Úgy voltam, hogy max egy 10-ig. De amúgy még egy guzguzra is lehetvevő lennék. Ez a easy, nem tudom, ja, meg kidropozgat, Szia, lányom, szia. Az ki? Azt a... Mi a... Minden oké? Mert miért ne? Ja, nincs kereke az autónak. De van, te hülye vagy? Meg sofőr sincs. Na. Mi van? Szellem, sofőr. Ja, szevasz, most látlak. Minden fasz. Jó, jó. Hát egy kocsin furam, az egy kicsit a... Nézzél amúgy. Szállj, koci. Ja, azt láttam, igen. Jó van, nyomjátok. Bocsás, remélem, oké, sok vagytok. Szevasz. Szép estét. Szeva. Hol vagy, Taka? Már küldöm képet. Ja, easy, kidropozni akar 9 szavont, hogy ezt lenyomja, gondolom. Ezt letolja aztán igazából. Küldje már, na végre. Hopp, meg vagyunk, oké. Sandybe? Elküldtem Magnum. Nem, ez a Crimson... A Crimson Vipersnél? Igen. Hát ez nagyon nagy ötlet. Leroyt is el kell rabolni még, mert baszki tényleg, amíg van egy pár elintézni való amúgy. Belegondolva, csak mindenre ugye várunk. És tudjátok mi lesz? Most lesz az, hogy majd minden egyszerre. Egyszer indul majd az ékszerért, majd rá Leroy, és mire végre az ékszernek, nem fog rájönni Leroy. Ez amúgy szinte már minden, mindig ez van amúgy. Valahogy a kurva rablás mindig rossz időben indul el. Let's go! Az a baj, most pont is nagyon nagyolok ezen a Mekin, vagy valami ezén, de... Nem akarom most szegény nyomromat terhelni amúgy így is, hogy most vagyok túl ezen a szaron. Úgyhogy nem tudom ebből mi lesz, pedig nem nagyon élném. Nem meg kitegyek? Nem is, csak meg kíváncsiáltam volna az új burgerre, de... Aha, nagyon jó az a kocsi amúgy. Férjéduska, hát jaj, most még a gyomrom ilyen állapotban, addig, hát most legalább nincs baj vele, de... Nem akarom leterelni túlságosan. Uha. Akkor most mi csinálunk? Hát a Leroyt el akarom rabolni, csak hát még azt mondta egy 15-20 perc, úgyhogy addig én most a Ticiben megbőzöm, hogy izéljen, utána el kell rabolni a Leroyt. És Tici nem fogja tovább adni? Mert kicsit hát híres arról. Hát de Ticinek nem mondom el. Már nézze vett pár féreg, ahogy nyami. Leroy már régóta keres engem, hogy képet kellett akar rólam csinálni, nem tudom mi ez. Na. Uranunk. Hova jövök? Nem is itt van a Crimson House, fogyatékos vagyok? De hülye vagyok. Hol van? Itt.
Miért jöttem volna? Igen, azért nézem, hogy miért hoz erre a GPS? Rájöttem, én vagyok a hülyám, hogy hova jelölök? Nem azt lenne legegyszerűen megkérdezni, hogy miért? Ilyeted annyi év, izé utam meg ennyire. Amúgy, a menekülés részét én nem fézem, hogy egyedül. Maga a tárgyalásra vagy, mert nagyon-nagyon fasam, hogy az a rész tényleg, de most, hogy lesztek újrablásig, eszer olyan mindig én meg kell, amiket nagyon fogok élni. Meg szerintem ti is fogtak élni, mert nevetni fogtak azon, hogy mennyire szopni fogunk amúgy. Szóval most egy nagyon nagy rablásabb bét van terve amúgy összességében. Én bénzt nézték, nem nekem, hogy... Nem 2024. Talán egy kis pótcselekvés, amit szeretek csinálni, úgymond. De várjál már! Oszakul ti kicsit kavargászok, minden éjszakon mosztattak be a telekat? Én elmondom vele valami bajban, mindjárt. El vannak tűnve az emberek, geci, nem tudom, mi van nálam? Nem látom az emberek felét, chat. Ez mi? Volt már valakinek ilyen? Bármi hasonló. Én Párizsba ettem egy steaket, amúgy nekem pont nem jött be, pedig meg nagyon híres steakezőbe voltunk, de nekem pont nem jött be az a párizsi steak, amit ettem amúgy. Annyi nem volt ez igazi. Én mondjuk, én szerintem, hogy eddig Izlandon ettem a legjobb kajákat életemben ever amúgy. Ott olyanok voltak az a rénszarvas, meg a az ottani bárány, nagyon kemény volt amúgy. Az a rénszarvas hús szerint, amit ott tettem, szerintem eddig nem tudom, kb. A világ, nem tudom, mi ott a legjobb kaját ettem ott életemben, nem a világon, ja, kb. Ja, elég sok nem volt a világon, de ja, ezt akartam kifejezni, hogy kibaszott jó volt. A cheddar sajtszósz az minden emelt amúgy. Teleplázza belódszóban? Az igen. Azért meghozzátok az étvegy, meg a fél TikTokom abból áll, hogy tudjátok ilyen a fél TikTokom abból tudjátok, hogy ilyen oldalasak, meg ilyen mindenféle ízi, jól megsütve. Mondom, ezek de jó lenne. De amúgy meg is értem, hogy fészik ti is úgy nyertek abból, hogy mert amúgy nem lehet belevinni újra, de most például egy új tervet terveztem volna kivitelezni amúgy. Most valaki, Martin küldött egy tök jó tervet amúgy, és gondoltam, ezt kivitelezzük amúgy. Az lett volna a tervem így a ékszerre, de amúgy abszolút megértem, hogy nektek is ilyen meh, mert tényleg nagyon sok, meg most nem ugyanak a rablásaink, szóval ezért is akarunk változtatni rajta. Most összeértem annyi minden újdonságot, annyi új rablást szedtem össze én is, meg hát inkább sokszor csak én, de ja, a többiek is segítenek, csomó minigame ötletekkel, ilyenekkel, szóval nagyon jó fek, jó pofák lesznek, Tum, 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 tum. Nem tudok beszélni, ezt nézzétek el. Anci Reports. Mi van, még mindig lebegnek, nekem láthatatlanak az emberek chat. Nem tudom, Mizu. Nem csak nekem. Most töltöttek be, ja, jó. Nem, miért? Ja, hát ping, mi ping miatt lenne? Hát azt írta, hogy már Takashi is. Na, Csáko! Szeva Leroy, most aktuális lehet? Szeva Leroy, most aktuális Aj. Lehet? Aktuális? Ja, itt vagyok a Pearls-nél. Ja, megyek oda akkor, pillanat. Oké, okay, Csuba. Szeva. Ú, nagyon lagolok én is, valami, úristen, valami nagyon nagy ping van amúgy. 100, ha igen, 110-es pingem van nekem is. Hogy érdezi, mi van vele? Egy 3-4 napja találkoztam vele. Ugye egy tici, majd beszéljük, most vannak kisebb problémáim, jó? Hát látom, bossz meg. Ja, úgyhogy, Dávesz. Hát nem tudom, Mizu. Nem, hogy néha van ilyen, csinálja ezt a gépünk, hogy ilyen indokatlan, random napokon indokatlan, random nagy a ping. Egyszer-kétszer volt ez amúgy, de addig elégbe válik pedig ez a szeró gép amúgy.
Aló, Leroy ott van elvileg amúgy az izénél. Ott van a pörznél. És elkapjuk, vagy mi? Hát még előtte ne, majd igen, az lesz egyébként, hogy a jaktomat kikészítem lentre, aztán azzal elviszük szerintem, aha. Jó, figyelj, addig van egy tervem. Mondom neki, hogy fotózzon, ne húzom az időt. Jó, húzzad. Azon nem is a jaktom kéne. Alad Márkusz, az a torót, azt kibírod venni létsz az izétből, a hajógarázsodból? Én. Hova kell? Hát csak oda pörz alá, onnan elvisszük majd. Ellopjátok már a csalikat majd belőle. De kilopom. Őke már mondja, az vagy nagyon szeretem a steaket. A steak szerintem marhahús, annyira gott irkaja, hogy meg a csirke marha, én ezt a két húst eszem szerintem nagyjából. Nem is nagyon szerettem, hogy a disznót én, remény szerint. Ertés most jelsz ebben. Egy steaket kevés dolog tud überelni amúgy. Nem, mert hajója nem kell. Hát nekem nem kell most egy jakt, neki is jaktjai vannak szerintem. Ja jó, akkor hozom. Elmegyek, hogy ide hajózok. Ja, nem itt van? Itt van, a befelesnál van. És most mi a terv? Hát igazából most a G-ig, Fuller, vagy hol vagy Murph? Hát itt vagyok a börsnél. Erre. Hátul. Végül is ott. Gyere már egy szóra, Murph. Karfi, veri a steaket? Hát most, hogy a Jake full azt adják be, hogy a Leopold az egész miatt a gecíze, és most már Leopold azt mondja, hogy igazából szerintem csak bepánikoltak, hogy nem fog menni a terv, és ezért inkább gyors, még most elfajtották Leopoldot, mint egy külső ember, és hogy majd megpróbáljuk valószínűleg a nélkül. De hát ez a tegnapi indoklás, hogy Jay azért rabolt el engem, meg azért akart kinyírni, azért itt ezt Leopoldnak, azért ment belőle, hogy féltékeny, nem, hogy többet voltál velem, hát mióta kiléptek Jake-be, beteg voltam, és csak veled lógott. Igaz. Hát igen, itt nagyon keszekusza a történet. Az nagyon, az a világ legjobb kamuja. Én Leopoldba sem bízok meg. Nem? Nem. Sokat több rengtem az este folyamán, amikor ott pakolgattam a kis antik tárgyaimat, és erre a döntésre jutottam egyébként. És miért gondolod így? Hát ismerjük Leopoldot jól, és újra spekulál, minden egyes nap spekulál, és egyébként én hallottam azt, amikor felhívta díjéket azzal kapcsolatban, hogy engem fenyegessenek meg, meg öljenek meg, csak nem tudta, hogy ki van hangosítva a telefon, ugyebár. Hát jó, de viszont azt ne vegyük figyelembe, hogy itt a kettő közül, akiben meg lehet bízni, Leopoldba bíznék meg, mert Leopold egyből odajött, és egyből mondta, hogy ez van. Már napokkal ezelőtt, gyakorlatilag ahogy megtörtént az, hogy Jake már téged, neked mondogatták azt, meg a Leroy-jal felhívattak téged, azért van itt a Leroy, hogy meg fogom rabolni, és meg fogjuk kérdezni tőle, hogy mi történt pontosan, mert a Jay emlékszel, hogy elvileg nagyon megbánta, hogy elrabolt a Leroy-t, meg ilyeneket mondtak tegnap, ha visszaemlékszel, és most meg akarom tudni a Leroy-t, hogy tényleg megbánta, úgy tűnt, mint aki megbánta, vagy csak igazából arra megy ki az egész, hogy szopassanak minket, érted? Jó, én csak azt mondom, hogy azért gondold át, hogy Leónak is mit beszélsz, mit mondasz, mit csinálsz, figyelni kell, nézd meg, nézd csak. Nézd oda látom, fel, rajtunkat, látom, igen, olyan látom. Olyan figyel minket, azért látom, oda kell rá figyelni, mert ismerjük azért. De persze, most a Jake a prioritás, mert hozzá pörzzel meg akartak rabolni, így is, úgy is, úgyhogy azért. Igen, és ilyen idők el rabolni, most izé féltékeny volt, ugye, hát ez a legnagyobb hülyeség. Vagy érezte rajtad a parfümöm, úgyhogy napok óta itt se volt, tehát ez a legnagyobb hülyeség volt, amit ki tudtak találni, amúgy szerintem a világon, tényleg. Ennél még te halott anyám is jobban hazudik amúgy. Ó, de szeretem a halott anyát. Tényleg? Hát nem tudom, biztos, hogy jó asszony lehet, volt. Bár lehet, az hogy a fiad vagyok. Lehet, de hogy elé van közöttünk beszélni kettő, nem? 3 évesen csináltalak. Ja, baszki, amúgy lehet, figyelj. Olivia hát meg figyelj. Takashi meg most együtt vannak képzelve. Felhívtam Oliviát, azt hallottam, hogy Takashi mondja, most akkor berakom, jó? Ezt ott nyögdösset meg minden. Úristen, testvérek, 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 testvérek
Hát, hogy testvérekből ellenségek leszünk, baszki. Itt tartunk, már mi Jay-ékkel, érted? Hát én nem is értem a Jay-t, a teljesen hülye. Hát én nem is értem, lehet, hogy amúgy csak arra a félték, amit felépítettünk, és szét akarja rombolni, érted, a Goofy gangre? Hát, baszki, én nagyon kíváncsi vagyok az indítatásra, az okokra, meg a nem fogja bevallani, hát csak védekező mechanizmusba kapcsolt, érted? Leroyból most kivegyük a szart. Persze, mint a szar. Van ütőd, baseball ütőd. Hát figyelj, még van nálam. Ahogy láttam, már valaki meg lett verve fönt. Figyú, szerintem ez megteszi. Ja, az tényleg jó. Az a baj, már mindegy. Márkusz, eltök, akkor mégis a jakt lesz, hogy a kurva sok idő. Vagy mennyire sok idő? 20 perc? Hát elindultam el. 6-7 perc. Ja jó, az nem olyan sok, azt hittem. Körülbelül, mert 80-nál, mert Prime-ba voltam Budapesten többször, és nyilván ez azért drága a steak, meg voltam a Hot Stone-ba, oda vittek egy sztudinapon, mert ott is saját magadnak sütöd meg a steaket, nagyon-nagyon-nagyon jó hely. Igen, Leroy, nem akartok adrenalint venni, ha már itt vagy? Á, van most egy csomó. Most vettek 50-et tőlünk. Két napja. Igen. Mm. Ja, baszi, tényleg. Na, mi a bug számod, Leroy, gyorsan mondd már ilyen. Mondom, geci. 23.49 talán. Ja, 23.49. Ide figyelj, már Leroy, hát figyelj, annyi, hogy meg kéne dumálnunk itt már egy-két dolgot. Csak mi meg kéne verjük a Márkuszt. Ez szép. Ráérsz még azt mondta 5 perc. Jó. Persze, ráérek. Addig adok egy de nem akartok kinyírni meg ilyesmi. Azt átküldöm. Nem, dehogy. De ugye nem akarjátok tényleg kinyírni. Á, köszi. Hogy akarnánk, dehogy akarunk. Én nem akartok, hogy itt egy szerződést kötni, most, hogy béke van. Hát... Mennyi akciót kapnál Magnum bácsi? Hát legalább egy $1000. Az nagyot menne amúgy. Itt hagyunk hetente 100 000-et, azt egy 1000-es lefarolni belőle. Hát bazdmeg nem, mert fél áron. Van is $10,000 egy hétre. Jó. Akkor legyen 8, azt itt vagyunk. Hát az a baj, nem tudom pontosan, hogy ez megérje nekünk. Az a baj, most már drágultak a készítési árat, tudod. Most már 10-es muszáj. Egy basógép. Jó. Csert felkérd a szonár addig, aki szeretne támogatni. Ne bírt őteni. Nagyon maga biztosan keltem fel, Randy. Úgy keltem fel, mint egy férfi. Ez a beszéd, Murph. Én tudtam, hogy ez képes vagy rá. Tudtam, hogy képes vagy rá. Mire vagy képes? Nem tudom. Ja, miért vett egy kamion, Tihol? Tehát mire ez a kamion? Mindjárt ide ér a Márkusz, aztán mehetünk igazából. Jó, figyú, ami akkor most a fiamnak ezzel kloffoljam majd szét az agyát. Melyik a fiad, a Leroy? Igen. Hát... Beleütlek a betonba, mint egy cölöp. De nem áll papa amúgy, baszik. Mint egy cölök. Azt mondod, hogy nem fogsz bántani, nem? Twitteremre? Nem is nyúlnék hozzád egy újja se én. Én nem bántalak, ez biztos. Is. Én nem fogok ott bántani. Most kajak meg akartok verni, vagy mi a fasz van? Amit nem, csak tisztázunk pár dolgot, ér. Feltennénk pár kérdést, csak nem itt. Ugye, papa, ezért meg a Márkusz. Megmutatom neked. Abban a pillanat, hogy megmozdítod a kezedbe a kalapácsot, Leopoldon, tehát azonnal egy ilyet durrantani. Olyan gyors? Igen, próbáljuk meg ki, hogy működik-e. Hát... Hát ez jó sikerült, Leroy, majdnem. De fiam, bassz meg! Bassz meg, már adod. Isten, miért vagy ilyen gyors? Nem azt mondtad tisztelte, hogy amint meglendítené, akkor durantos. Jó, de nem tudom. Elfelejtem, hogy ez a kalapács ilyen kemény, bassz meg. Igen. Már nem bírtam bele súrni. Elvigyem gyorsan. Elvisszük, persze. Jó. Betöntörük kalapács meg. Menjünk a raptorba oda mindenki. Ja, átbaszom. Nyomjad, figyelj csak. De papa azt mondtad, hogy nem bántasz. De azt mondtad, hogy kitérsz, aztán lekarodik. Kinyír a saját fotel. Csak nem lesz baja. Nehogy most ide pillboxba kerüljön, amúgy mert nagyon szabad leszek, ha most pillboxba kerül. Frankon Paul, Márkusz testvére! Használtad már azt a kis tudod a kis ajándékot? Mindennyi. Kicsit több, de amúgy egy kicsit. Te mi a fasznak szóval? Hát neked nincs pénz. Használtad már a dolgot? Nem jó. Nagyon bácsiékat kérdeztem, hogy csórókoból. Nagyon sok pénzem van, te ügye. Kiba a tartozó még? Mennyi? 5000? 6000? Milliós. De még mondtam, hogy ne háborgassál hétem. Le se tudnád írni. Márkusz Jac. 1-0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 
Márkuszom. Kell, nem? Ja,
hiba, ha érted, héten meg lesz az a pénz úgyis. Igen, azért volt, mert csak veszünk, mert tudod, a tinta lefolyik. Jó. Én nem akarok meghalni! De hogy nem fogsz nyugi, viszünk a kórházba már. Nem tudom, hogy akkor lecsap ez a kalapács. Hát mekkora csapna egy nagy izé... Egy betontörő kalapács, persze. Hát azt hittem azért együtt és kibészért, nem tudom, én kis puhány vagy. Az meg tiszta sziklaszilárd vagyok vágod, de azért ez mégiscsak egy betonbontó kalapács, Magnum bácsi. Már látom amelyik a bólót. Jó, kiváló. El kellett hozzuk a kórházba Leroyt, de még nem kerül pillboxba. Á! Milyen á? Épp hajózok már egy órája. Érzem, hogy jön velém valami amúgy. Még egy beton kalapács? Nem, egy kaszás. Jó, udalad valóca. Jó, nem ránk jön az a rendőr. Köröszve vagy? Is jön, dehogy! Ja most esetleg mekkorát? Mennyit érhetsz Magnum bácsi amúgy? Nulla dollár, nem tudnak ilyen körözés nagyon. Szerintem majd egyszer terveznek valami nagyot, aztán meg megölnek a gecibe, hogyha tippelnem kéne. Ez a teóriám, a vízióm, a spekulálásom. Üdvözletem, üdvözletem. Segítenének kérem itt a... Mi történt? Úron. Hát egy hatalmas betonkalapáccsal fejbe kólintották. Még egyszer? Ja. Hát egy hatalmas betonkalapáccsal fejbe, betontörőkalapáccsal fejbe kólintották. Nem szédül, nincs kettős látása. De lehet, hogy egy kicsit szédül. Szédül, szédülget. Aha, beköltök ennek egy infúziót. Jó. És mi van benne abban az izében, az infúzióban? Egy 10-36-ot kérek a kórházba, a súlyos felsérülés. Mert? Az fasza. Jó volt így? Pilbosba került. A kurva isten faszát. Az infúzióban egyébként soha... Hát a bazd meg amúgy kigondolta volna, ugye bár itt vagyok a környéken. Hát ez a baj, ez így lesz egy dög bazd meg. Mert izé... Kösség be neki még vért. A platú. Hát akkor nem lehet benne. A hajó nem kell. Az fasza. Itt vagyok a pillboxnál. Hát azonban is lehet, már nem fog kelleni a hajó. Hát most került kórházba, pillboxba kell, Márkusz. A faszak és halaim úgyis benne voltak meg az ablakban. Basz meg. Parkod mell a pölz melletti garázshoz, nem egyszerűbb? Amikor meg megyek pecázni, megint megyek oda-vissza. Jó, amíg ez igaz. Basz, a Murphy összezed el akkor? De persze, itt vagyunk. Jó, akkor csak hozz, menjünk a gátra. Csak kérdezzük meg amúgy, most már ne bonyolítsuk túl a helyzetet. Most már ne verjük meg, most már... Most már meg, most már hajózunk. Jó, megyünk, akkor megyünk a Pörzhez hajózni, bocs Murphy, ha jó, hajó Pörznél. Szegény Márkusz. Geci, amúgy erre mennyi esély van. Na mi? Na mi az most? Mi? Akkor most mi van? És akkor most mi van? Kérdemény. Hát megkérdezzük, hogy mi történt, milyen volt a Jay, amikor elrabolt, mert hallottuk ezt a mamitól, vagy valami. Csak meg akarjuk tudni, mi volt ott. Akkor mi nem kell a hajózni se. Hát... Úgy voltam vele, hogy ha már legalább lecsaptuk és pillboxba kerül, akkor még ne szopassuk azzal, hogy elviszük hajókázni is, de hogyha a Márkusz már hozta jót, akkor elvihetjük, tudod. Tehát akkor most elvisszük, vagy nem? Elvisszük, aha. Mi a geci van amúgy? Milyen rendőrség nekem hiányzik? Emberek nincsenek a helyükön! Mi van ma? Már megint a rendőrség. 250-es ping, minden amúgy sem vagyok sokáig. De itt vagyok, régettem, mi van? Kált valaki fel tudja szedni itt a pillboxnál, légy szíves! Hát mit vagyunk a Pörznél? Mehetek, érde. Az jó lenne, itt szét fog vergődni. Elvigyek a nagyon fájt. Megyek a pillboxhoz. Jó, ez a plató nem a legjobb. Egy kicsit majd gyere tovább, itt vagyok az alagútnál, itt a garázs vagy kocka parkálán. Kik ezek a csövesek? Jó, megyek, fél óra. Köszi, nagyon kedves vagy. Nem csak digiseknek, szekem is szar. Igen? Szevasztok. Ne zavarjanak, kérem. Ja, bocs. Ez igen, gecs. Saját ételmény, nem pofázhatok. Egy ilyen kék kis szalautót keresi. Igen, látom, állj meg. Márkusz, te már itt vagy a pozícióban? Itt van, lenne a hajó, itt lenne a... Nem látom, ott ahol le lehet ugrani, tudod, ahol le lehet ugrani a múló végéről. Hát itt van lenne a kikötő, oda vigyem? Igen, ezen a része. Mondta a pörzshez, ahol le tudunk ugrani.
Túlmentél mi? Nem itt vagyok, itt vagyok, csak beleestem. De jaktot hozzá, mi? Nem, ő csak a kis izét, kis hajót, amúgy mondtam, hogy nem kell jakt, mert az keszi olyan, mint valami. Vajatok, az a baj velük, hogy veszélyesek. Hova kell menni, hova viszitek Leroyt? Úgy nagy most ide. Jó, jó ugrás, jó. Megy előre? Ott rendi szerintem. Ah, az igen, igen, annyi. Mondjuk, hogyha annyian megyünk, akkor lehet nem lesz elég, akkor lehet kell egy jakt is. Nem megyek. Szerintem elég, hogyha... Leopold. Akkor én már nem megyek. Mi a helyzet? Itt vagyunk hátul. Hoztuk, elhoztam izét, Kai. De kicsi a hajó, szerintem csak Magnum, Murph, Leopold, meg Leroy menjen négyen. Úgy a lopásunk nem kellett volna elinduljon, amúgy minden tisztelettel. Ne sajnálj már sor, vagy mizu? Benne se vagyok a sorba én valahogy. Ugorja tőle, csak a móló vég, itt vagyunk alattad, mörve. Vak vagy? Ahogy már. Nem hajó, az csak itt csónak. Ne nézd már a hajómat! Mondtam, hogy csak ez igazából csónak. Ez enyém. Én nevem nem van. Fizetek érthet csónak. Leopci, szia Leopci! Téged jó átbattak vele. Én nekem is kell jönnöm. Igen. Jó Istenem! Na, szevasztok! Úristen, micsoda kis társaság! Kicsit a nyílt vízre! Kis csajos program, most így extíre. Igen, csak Leroy, itt van. Itt vagyunk a fölösnél. Ugye? Nem, az apádról van szó, Murphről. Jó, ügyes vagy, csak aki nagyon ügyes vagy, Grasi. Itt van, nem van, meg nem dörlik meg. Viszont... Egy dologról jó, lenne, szóval kimegyünk, hogy véletlenül se lásson minket beszélgetni senki, úgyhogy Leroy, ezt remélem tudod, hogy senkinek ne mondd el, hogy mi most itt beszélgetünk, ha lehet. Tudjátok, miért szeretem az óceánt? Jó. Mert egyszerűen itt valószínűleg nem találják meg a testeket. A testeket nem találják meg a nyomot. Úgyhogy Leroy... Szerintem téged ki akarnak nyírni téged. Tényleg, igen. Hát engem hogy nyílne már ki a saját apám, bazd meg. Na, én is itt vagyok. Ja? Jó, de neked meg nem engedném meg a papám. Igen, Murph, kaptatok engedélyt? Itt meg is állunk, szerintem eléggé. Férfiak vagytok, felnőttek, bazd ki, meg már öreg vagyok ahhoz, hogy érted itt izé. Meg tudjátok beszélni szerintem. Na, nem mondjad csak, már, bazd meg. Gyere csak, állj ki ide, kérlek az orrára. Állj ki ide, csak ki ide, rohadj meg, most meg fogsz dögleni, ugye tudod? Meg fogsz dögleni, köpjél! Mindent akarunk tudni, mindent, amikor elrabolt a J-ék, mindent, részletől része, mi történt? Ha bármit hazudsz, bele foglak lőni ebbe a kurva óceánba, érted? Mi történt? De bazd, ha elmondom, akkor meg ők ölnek meg. Nem tudják meg. Frankó? Jobban járunk, igen, minden, tényleg. Igen, tényleg, itt ezt át kell beszélni, meg kell beszélni. De Frankó nem ölt. És teszem a fegyvert, dehogy nem teszed, dehogy, te lenyugodt a kezed, de akkor dalolj, mint egy kis madár, mint a halott durva. Anyámon sírján a madarak. Ez elég durva volt az édesanyás. Mostanában előszeretettel emlegeti az édesanyukáját. Szóval az történt, hogy egy váratlan pillanatban elraboltak engem az acielők J-jék. És egészen olyan régi történeteket hoztak vissz. Amúgy Leopold, nem tudnám valami drámai zenét bedobni? De van rádió, kifi. Nincs. Elszopas már, mondjad már! Szóval elraboltak és elvittek engem az izé alá, a móló alá. Onnan tudtam, hogy a móló alatt vagyunk, hogy előtte egy fél órával voltunk ott fényképezni, baszki. Azt egyszer csak ott van velük mostanában az az idióta, a Csajci, vágod az Isabel, az az idegbeteg nő. Nagyon meg akart ölni, mert hogy mit tudom én, azt mondta, hogy én állandóan jártatom a pofámat, meg mit tudom én. Ilyen félték. Majd egyszer csak átvette az irányítást Jay. És azt mondta, hogy Leroy, egyetlen egy feltétellel kiméljük meg az életed, hogyha segítesz nekünk egy dologba. Én megmondtam, geci, bármiben segítek, vágott hülye, vagy nem akarok meghalni. Tudtam, hogy Jay félőrült, a csaj meg teljesen őrült. És azt mondta,
De Leopci tudja, hogy elmondhatom? Mond, persze, mindent mondj el. És azt mondta Vágott Jay, hogy most el kell érnem azt, hogy Murph és ti összeveszetek, mert Murph bácsit át akarják intézni őt a saját bandájukba. Ezért kitalálták, hogy mondjam azt, hogy te loptad el a 40 ezer dollárt tőle, nem is a sárgák. Tudtam, és így tudtam. Izél. Most csak elveszem a horgonyt, mert... Összeraktam a képet, Leroy, mert amikor te felhívtál engem ezzel, akkor... Igen? Észrevettem, hogy el voltál rabolva J.E.K. által, és frankon ők kényszerítettek téged erre. Igen. Nem baj, hogy felfenyünk, én tudom, látod, tudjuk. De várj, honnan tudtad, hogy el voltam rabolva? Hát mert ők mondták, meg akkor hozták Bobot, és téged akartak kicserélni, mert Boris akkor mondta nekem, hogy J.E.K. téged elraboltak, ők meg elrabolták Bobot, hogy ki legyenek cserélve az emberek. És összeraktam a képen. Akkor legyen már az, hogyha máskor úgy csinálok, hogy... Akkor az azt jelenti, hogy elraboltak, jó? Jó! Még egyszer léci, csak hogy jó, megjegyezze. Jó, akkor erre majd most már figyelni igen. Fogok mindenképp. Jó. Okés. Ha? Na jó, figyelj, és utána ugye egy nagyon fontos kérdés, Leroy. Igen? JN, mikor ez történt? Éreztél bármi megbánás, hogy ez megtörtént, vagy olyan volt, mint egy alfa hím, aki készen áll dominálni a világot és megölne bárkit? Csak nem az, mert egy kis félcigány, kis törpepondról kis keci. Nem, ezt inkább a csajon éreztem. Ja, akkor Jane, mit éreztél? Hát, hogy így ilyen papucs. De nem, de hát, hogy Jay az esetleg mondott ilyet esetleg Jay, hogy baszki, nem kellett volna erre a balíri, vagy bármi ilyesmi? Vagy nem kéne? Nem mondott ilyet. Nem, azt mondta, hogy ha elmerem ezt mondani Murphnek, akkor engem kinyírnak. Az meg. Csömörből vödörbe. Santos Rádion vagy? Ja. Az kurva érdekes, és nem mondták el azt, hogy miért, csak azt mondták, hogy mondjad ezeket a dolgokat, aztán kész. De. Hát azért, hogy ti összeveszetek, mert ja, igen. Szerezni. Meg akarnak engem szerezni. Nem lényeg, mert most itt vannak a rendőrök, meg igen. Mindjárt megbeszéljük. Meg valami olyasmit mondod, hogy Goofy-nak már lejárt az ideje, meg Magnum bácsi egy boomer, vagy valami ilyesmi az eszméi, vagy nem tudom már, hogy mondták, csak hogy ő már a múlté. Ajaj, ez mondjuk súlyosabb, mint gondoltam. Aha. Most szinte a szívem darabokra hull. Elhiszem, papa. Emlékszem, hogy Jay-t is te tetted, basz. Én, a igazából, geciből. Igazából nem csak... Igazából mindannyian az egész kibaszott Goofy gang, most meg elárulna az egészet. Kivakartuk. A rohadt kis törmelék, evő, patkány! Igazából akkor ő is olyan, mint a Leopold, mert a Leopold meg a lilákat árulta el. Én csak kiköltöztem, te mi az? Miért elárulási kiköltözés ház? Most meg itt a rendőrről beszélünk. Akartok még tenni valami kérdést, yeah. Leroynak, miért meg öljük? Pigdi akar. Ne öljetek meg, bazd meg! Hülye vagy te! De már minek kell lenni nekünk, Leroy, már mindent elmondtál. Pontosan. Rezonál az agyam. Bácsi, nézd már, geci, mekkora madár! Nem fogunk megölni, ne aggódj, mert ezt nem csak szivakul. Erre a kurva, hogy gondolsz, akit Leopoldnak hívnak. Kurva, de viszont, ha viszont elmondod, hogy megtörténik, akkor kurva nem meg fogunk ölni, és ki fog derülni? Hallod, Leroy? Hallom, bassz. És te vagy a legnagyobb hazudozó kis köcsög, akit ismerek. Menj már faszomba, én miért lennék hazudozó? Mindig hazudsz. Mibe? Mondj egyet, amikor hazudtam. Nagyjából mindenbe. Na látod, ezt a legkönnyebb mondani, hazudozó vagy. Mondj egy példát, hát minden. Tehát nincs. Hát akkor nincs, persze, de attól, hogy hazudozó vagy. Vedd le a szemüveget, kérlek, Leroy, és tekints a szemembe. Áldásszal mélyen, kérlek. Jó. Igen. Úgy gondolom, hogy a tekintete őszinte. A szemei őszinték. Ez ügyben legalábbis. Mondta. Ezt Gandalf. Tényleg Gandalf mondta. Ja, menjünk vissza a partra, miért beszélek olyan leszen a drágom. Jó, legyen az Leroy. Hogy? Hogy mondasz, hát nem tudom, hogy megtudják, hogy elmondtad, akkor azt mondtad, hogy nem. Végülis nem Murphnek mondta, de hanem nekem, én meg átadtam neki. Akkor nem jó. Ölnek meg téged. Úgy leopold az egészet. Ja, fogd rá, nekem már úgyis mindegy.
Vagy majd kitalálok egy olyan sztorit, hogy mondjuk Leopold meg akar jönni Magnum bácsit, és mit tudom én... Ja, mert azt szerintem is tudod, most jöjj bele egy szóra, tegnap erre a kisomamával akartak elraboltatni engem. Igen, az mondjuk eléggé meglepő volt. Igen, a mamát akartak csapdának használni, annyira átlát, szóval egyből leesett, mindent tudtunk. A mama meg azt mondta, hogy még a mama is azt mondta, hogy Jay hiába az unokájár, vagy hiába a lánya, hogy nagyon vigyázzunk velük, mert kétszínűek nagyon. Bár azért hozzáteszem, hogy először azért próbált a szemembe hazudni. Nekem meg azt mondta Arwen, mert mondtam, hogy csak nem ölöd meg a kisöcséd, és azt mondta, hogy ja, most a kisöcsém vagy amúgy meg sose keresel, meg ilyesmi. Ja, én se keresem soha Arwent minek. Azt mondta Arwen, én szerintem akkor lett ekkora törés benne, amikor elhagytad Magnum bácsi. Mert nekem mindig azt mondja, hogy akkor volt boldog az élet, amikor veled volt. Ja, már havi egyszer találkoztunk, hogy melyik része volt boldog. Boldog kapcsolat lehetett itt. Bazzeng, neki már lehet, hogy pont ezt szerette, érted? Ja. Na jó, köszi, hogy nem öltetek meg akkor. Na, menjél föl, Leroy, menjél föl. Külön távozz tőlünk, te rohadék. Leroy, mondjuk ez egy kicsit erős volt. Te mondd rám, hogy rohadék, mert érzékeny vagyok, bazd meg. Szevasz, papa. Igen, hogy lemászett a lészáról. Leó, a faszomba. Egyenlelési mindig visszaúrom. Hát nyilván, ez ilyen apai. Ja, mondjuk erre nem maradok. Lépek ezután. Maradj már egy kicsit még, szerinted igazat mondott akkor, hogy most ezzel megtudtunk többet? Hát figyú, azt alá tudom támasztani, hogy ténylegesen el volt rabolva abban az időben, és hát pont J-jel, meg nem tudom még kikkel volt körülvéve, úgyhogy elképzelhetőnek tartom, hogy egyébként a sztori, amit most állít, az igaz amúgy. Nekem is ezt mondtam, hogy pár napja ugyanezt mondtam. Mert az ténylegesen, tehát úgy nézett ki, hogy az acihoz mentem. Bobotot hozták egy szál izébe, bazd meg. Bilincsbe elrobolták ugye Boriszék azért, hogy Leroyt visszaszerezzék. Szóval ez igaz. Az állítása igaz. Aha. Hát figyelj, akkor igazából reméljük nem adja tovább aztán. Mondom, ilyet nem találnak itt a Jake, nem rabolják a random és kezdik el kavarni a szart. Azért, hogy Leopold, mert ugye az volt az egész sztori a Jake-nek, hogy igazából csak Leopold akarják lebuktatni, de akkor miért tettek ők is saját lépést? Ezzel az egésszel kapcsolatban Leopold nem mondta nekik, hogy rabolják el Leroyt és izé. Hát meg én nem raboltam el Leroyt és igen, ő nem volt benne, ez csak a Jake saját ötlete volt. Szóval innen is bebizonyosodik, hogy ők nem Leopold lebuktatására mentek, hanem tényleg arról, hogy minket szétszedjenek és a Goofyt eltiporják. Igen, ebben mondjuk teljes mértékben van realitás, sajnos. De mi fogjuk őket eltiporni? Jó. Viszont elindult a rablás és én nem akarok menni. Fasz. Az a baj, nekem vannak elég nagy problémáim, vannak emberek, akiket annyira nem látok, baszkik. Be vagyok állva, megmérgeztek ma 3-szor Odin, képzel. Azt a gesz, micsoda? Ja, hallottam, hogy az anyját, apját mindenkit meg akart mérgezni. Persze, mindenkit meg akart mérgezni a saját kamut temetésén, úgyhogy... Jó, hát figyú. Ja. Szépen akkor, nem tudom, holnap lesz-e? Ja, persze, hogy nem, megpihenek viszont most szerintem. Jó van, pihengessél, holnap meg térjünk akkor majd ezekre vissza, ezekre a dolgokra. Jól van. Szevasztok. Na há. Hát én a rablás sem megyek, mert nagyon nagy, hát van annak kisebb probléma, de nyomjátok maximum nélkülem. Nekem is vannak kedvetek. Problémáim, főnök. Hát lehet minden jónak. Én viszont megpihenek, úgyhogy legyetek jók. Szevasztok. Ezt visszalaggolok, 120-as pingem van, szörnyű. Viszont chat, köszönjük neked a figyelmet, remélem élveztétek, remélem jó volt ez a... Sűrűben kéne játszanunk ezt a map kitalálós tudsz, ez a holnap is jövök mindenképpen. Petya, köszönjük a keletést, Tüdít, szavaz, Csumi. Aztán ja, köszönjük mindenkinek, holnap este hatkor Tali. Durranjatok át ízésére, el is durrunk ízni, ez nem tudom, nem hiszem, hogy sokáig RP-zik, nem tudom, meddig ropizik, meddig megy, mikor tudom, egy keydrop, de durranjunk át oda. Nem tudom, hogy meddig nyomja amúgy tényleg. Aztán pedig jó szórakozást kívánok Zoznál, és aztán... Ha ott pörög még tovább, nem tudom, őszintén menni fog.